Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt ül a teremben, és mindenki mást, aki figyelemmel kísér bennünket a világhálón az első 20-25 percben, és azokat is, akik utólagosan a tévéfelvétel során kísérnek figyelemmel bennünket. Mivel az egók különbözőek, de a magasabb rendű énünk egy, ezért azzal fogok megtisztelni mindenkit, hogy közvetlen megszólítást használok, tehát tegeződök. Egyébként is elfeledkeznék erről. Azon kívül pedig a jövőről fogunk beszélni, és lehet, hogy a jövő tartogatja számunkra azt a lehetőséget, hogy újra fölkapcsolódjuk az archaikus rendhez. Például használjuk a telepátiát, de egyelőre meg használjuk a mobiltelefont, viszont kérlek benneteket, hogy most ne használjátok, úgyhogy vegyétek némára, vagy kapcsoljátok ki. Egy rövid programismertető. Minden előadásomat egy fölvezetéssel kezdem, mindenkinek a hitét, világképét tiszteletbe tartva, hogy ne csak testben, hanem figyelemben, lélekben is érkezzünk meg. Ezzel kezdődik a mostani előadás is. Ebbe beépítettem egy kis imaginációt, ami már ráhangol bennünket egy másikon arra a témára, amiről itt szó lesz. Úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, utána pedig lesz maga az előadás, ahogy ígértük, körülbelül 1 óra 50 percben, ha valakinek ez nagyon sok, reméljük, hogy szélre ült és nem középről jön ki. Engem nem zavar egyébként. Aztán egy 10-12 perces szünet következik, és utána egy spirituális művészi megnyilvánulás lesz itt a színpadon, hogy így mondjam, a Szatyananda Kirtan csoport fog segíteni bennünket abban, hogy ezt a tematikát tovább vigyük, és az elménket előkészítsük ezekre a változásokra, amiről szó van, és szeretettel köszöntöm még egyszer, akik itt vannak élőben. Tőletek olyan 20-25 perc múlva elbúcsúzunk azzal, hogy későbbiekben az egész előadás felvételét meg tudjátok tekinteni. Úgyhogy arra kérlek benneteket, akár itt ültök, akár távolabb, hogy kicsit csöndesüljünk el, akinek túlságosan sok gondolat van, akiben túlságosan sok gondolat, érzelem van, válasszon egy fókuszpontot a térben, aki úgy érzi, hogy nyugodtabb, akkor üljön stabilan és hunyjátok be a szemeteket. Tudatosítsátok az érintkezési pontokat székkel, a talajjal, bőrötök, ahogy érintkezik a levegővel, a ruhával. És a légzés mindig kéznél van. Ez egy örök ritmus, kiáradás, befogadás. És van egy olyan részünk, aki képes erre ránézni. Képes ezt megfigyelni. Hiszen minden mullandó, minden változik, de van valami szubstancia, ami halhatatlan. Ha az elménket megkérjük, hogy valamire fókuszáljon, akkor hajlamos kontrollálni a dolgokat. Most viszont picit azt gyakoroljuk, hogy tanuljává válunk a légzésnek. És most kérlek benneteket, akinek nyitva volt a szeme, az is csukja be. És válj a légzésed megfigyelőjévé, itt és most. Mint hogyha egy csörgedező patakot szemlélnél, hanyat feküdnél a réten és a vonuló felhőket, vagy épp a tengerparton fölmerülő és alámerülő hullámokat, vagy a lehulló hópihéket, ahogy egymásra illeszkednek, vagy éppen elolvadnak a talajon. És ahogy megyünk ebbe a csöndességbe, kérdezd meg magadtól, hogy mi szél hozott ide, mi a szándékod, mi a motivációd, hogy itt vagy. És ezt a csöndet fölhasználhatod arra is, hogy hited, világképed szerint pillanatnyi inspirációd alapján megfogalmazhatsz egy imát, egy fohászt, egy kérést, egy felajánlást, aki tudja, hogy ez mit jelent. Önmagunk és minden létező önébredésére, önébredésért, szeretetére, szeretetéért,
akivel tudatosan, tudattalanul kapcsolatba kerülünk bármikor is. És természetesen, hogyha van erre egy saját szöveged, akkor mondd azt. Lassan ebben a lecsöndesültebb állapotban kérlek, még maradj, és mondani fogok két nem meglepő hívószót, és direkt nem hagyok időt arra, hogy sokat időz ezzel, ugyanis ez egy önreflektív gyakorlat lesz, csak magadban adsz választ. Mi az első gondolat, érzés, szimbólum, testérzet, érzelem, ami följön? Ha nem jön föl semmi, akkor azt fogadd el, ami följön, azt fogadd el. Akár vidd tovább, tedd egy kis polcra az előadás során, vagy ha jelentőség teljesebb, dolgozz vele a továbbiakban, le is rajzolhatod. Bármi asszociáció jön, lelejegyzetelheted a későbbiekben. A két hívószó nem más, mint idézd meg, vagy gondolj a saját jövődre, és a közös jövőnkre. És fogadd el, ami jön. És lassan, fokozatosan megőrizd be ezt a belső figyelmet, majd saját tempódban tekints kifelé. Szeretettel, tisztelettel köszöntök még egyszer mindenkit. Rövid bevezetésképpen mi alapján fogok beszélni. Egyrészt igyekszem csatornává válni, másrészt egy hozott úgynevezett holisztikus gondolkodás alapján, a saját önismereti, spirituális utam és gyakorlásom nyomán, és mint egy összefoglalva ezen holisztikus gondolkodás alapján azokat a benyomásokat, hatásokat, amik engem értek az én tanítóimtól, mestereimtől, önismereti segítőimtől, és segítségül hívunk egy ősi rendszert, az asztrológiát. Itt rögtön szeretném mondani, hogy nem cél asztrológiát tanítani, nem fogok szakkifejezéseket használni, ahogy ígértük, hiszen erre van fórum bőven azoknak, akik foglalkoznak asztrológiával, akár a saját iskolámban is foglalkozunk ezzel, és mivel elég jelentős időminőségben vagyunk, sokakat, akik laikusok, nem szerettem volna ebből kizárni. Milyen szándékkal beszélek, ugyan mivel nagyon sokan vagyunk, és nem gondoltam, hogy ennyien leszünk, én inkább lent szeretek előadni, most látszólag itt vagyok a katedrán, de nem szeretnék ex-katedra kijelentéseket tenni, hiszen a duális világban a megismerés az viszonylagos, ezért mindenkinek megvan a maga igazsága, egyébként is ugye mondják, hogy az igazság odát van, a gondolat pedig közös, éppen ezért egy közös gondolkodásra szeretnélek hívni benneteket. A szellemi utaknak van egy olyan sajátja, hogy a gondolatok mögé nézünk, önreflektíven, saját élményeinkkel egyeztetjük, szubjektívé tesszük mindazt, amit hallunk. Ezt nevezhetjük akár elmélkedésnek is. Tehát ne higgyétek el feltétlenül, amit mondok. Lehet egy önreflektív kritikával fogadni. Nyilvánvalóan, ahol tartok megértési szintemen és tudattágulásomban, azt tudom közvetíteni, és mindenki annyit fog fogni ebből, ahol tart. Bár reménykedem, hogy én is vagyok olyan inspirált állapotban, és adott esetben ti is, hogy egy-egy lépést a tudattágulásban meg tudunk tenni. Azon túlmenően én hivatkozom az előadás során több olyan egyetemes szellemi törvényszerűségre,
amit evidenciaként használok, de pusztán csak azért, mert nincs idő és tér most mindezt tisztázni, hogy miért működik úgy. Ezek olyan összefüggések, amik megpróbáltak empirikusan, tehát a fizikai síkon, a tudomány síkján és a spirituális tanításokban is. És már rögtön hivatkozok egy ilyenre, hogy az előadás fókusza az alapvetően a szellemi dimenzió, a tudat, a psziché, és az egyén szelleme, és az egyén tudata, és az egyén pszichéje. Egyszerűen azért, mert a világ egységes, ez fakad a genezisből, a teremtésből, vagy az ősrobbanásból, és minden kivetülés, ezért alkalmas arra, hogy mindez tükrözzön bennünket, és egyébként tudományosan is, ezt leírja a csoportdinamika, vagy a csoportpszichológia, hogy milyen összefüggésben van az egyén a közösséggel. Tehát nem arról fogunk alapvetően beszélni, hogy mi van kint a fizikai világban, vagy mi lehet, hiszen a teremtő dimenzió a belső világunk. Idő tekintetében pedig nem arról fogunk beszélni, hogy mi lesz, hiszen az ember egy önreflektív lény, a szabad akarat, a szabad választás, ez a kettő nem ugyanaz a fogalom, nem egészen ugyanaz, illetve a determináció valamilyen arányát képviseljük, és nagy mértékben az önismerettől, tudatszintőktől függ az, hogy ez hogyan tágul és hogyan változik. Tehát a sorsunkat a jelennel az egyének, és az egyének sokasága írja, és ugye a közösség jövője is így dől el. Azon kívül észre fogjátok venni, vagy eddig is valószínűleg tudtátok, hogy sok minden asztrológia nélkül is belátható, vagy egy ilyen spirituális jelfigyelő rendszer nélkül is, hogyha valakinek elég érett a személyisége, tiszta a tudata, legyen az tudós, legyen az művész, legyen az gondolkodó, ha eléggé beavatott és fölkapcsolódik, ezeket az összefüggéseket föl tudja térképezni. Az asztrológia ebben térben és időben ad egy pontosságot, mint eszköz, illetve bizonyos összefüggéseket mélyebben képes megvilágítani. Aztán azt is megfigyelhetjük, hogy olyan témákat is érintünk, amik az emberi, sőt, főleg ezeket érintjük, amik az emberlét fundamentumai. Valaki mondhatja azt, hogy hát ezt már több ezer éve tudjuk. Megnézzük a buddhizmust, vagy a kereszténységet. Igen, ugyanis nem lehet másról beszélni. Tehát mindenki gondolja végig, hogy miért van itt, mármint nem csak az előadáson, hanem a földi világban. Mi az emberlét misztériuma? Itt pusztán csak tematizálni tudunk egy-egy időminőséget vizsgálva, hogy az adott időszakban ezen egyetemes emberi erényekből mi az, ami éppen aktuális, hogyan tudjuk időszerűvé tenni, és tulajdonképpen mire tanít bennünket az adott időszakban. Szeretném azt is elmondani itt az elején, hogy a szellem, a spirit, a tudat, a lélek, ki hogyan nevezi, különböző megfogalmazások vannak erre. Szóval ennek a szempontjai nagyon mások, mint az ego, a személyiség és a fizikai test. Ami annyit jelent, hogy ha van valakinek egy életfeladata, sorsfeladata, ami mindig arról szól, hogy fölébredjünk a legmagasabb értékekre, az, hogy közben a test mennyi fájdalmat él át, vagy a psziché mennyit szenved, az nem annyira lényeges a szellem szempontjából, hanem az a lényeges, hogy oldjuk, amiért ide jöttünk, jóga filozófia szerint bizonyos értelemben az életünk egy része úgynevezett karmaoldás, illetve, hogy megéljük azokat a értékeket és dolgokat, amiért gyakorlatilag itt vagyunk a Földön. Ugye, ha megnézzük, akkor tudatosan vagy tudattalanul, közvetlen vagy közvetlenül a teljességet, az egységet, a harmóniát keressük, szeretni, szeretve lenni, a boldogságot, hogy boldoguljunk, magasabb szinten az ánanda, az üdv állapotát. Igen ám, de ehhez szükséges tapasztalnunk. Az ember egy megismerő, önébredő tapasztalásban van, hiszen az eget és a földet kapcsoljuk össze, és önreflektív lények vagyunk. És ha megnézzük a tanulási folyamatot, ha elmész egy iskolába, akkor ott megadják előre a tantervet, meg a vizsgákat, azt is, hogy mikor miből vizsgázunk, és mikor mit tanulunk. Ugyanakkor, amit megtanultunk, elsajátítottunk, azok olyan elvitathatatlan értékek, humán értékek, egyetemes emberi erények, amitől megéljük azt, amiért emberek vagyunk. Másik hasonlattal élve, amikor elmegyünk egy kirándulásra, ott is van egy időterv, hogy mikor van szabad program, városnézés, stb., de rajtad múlik az,
hogy mit kezdesz vele, hogyan éled meg, ahogy az iskolában is rajtad múlik, hogy a vizsgán hányasra vizsgázol, és mit kezdesz azzal a tudással. Az asztrológia egy önsors, világismereti, jelfigyelő antropológiai rendszer, amit mi most eszközként használunk. Alapvetően a prognosztikát használjuk erre, és a prognózis azt mondja meg, hogy egy adott időszakban egy ember, egy közösség mit tapasztalhat meg annak érdekében, hogy önmagára ébredjen magasabb szinten, haladjon az életfeladatában, oldja a karmáját, és minek a megélése kedvező, vagy kevésbé kedvező. Az asztrológus ebben egy semleges égitolmás, tulajdonképpen szinkrontolmás, én is igyekszem neutrális maradni ebben, az a feladata, nem több. Olvas egy jelrendszert, az asztrológia konstellációkat vonatkoztatási rendszerként használja pusztán, és az asztrológus fordítja ebből, amit éppen aktuálisan fordítani lehet. Tehát erről szól, amit most mi fogunk használni. Én viszont, mint jó szinkrontolmács, igyekezve az lenni, én a végeredményt, az eszenciát fogom tolmácsolni, tehát még egyszer mondom, nem használok asztrológiai kifejezéseket. Egyébként megfigyelhető az ember életében, hogy ha van egy életfeladata, egy sorsfeladata, amivel megszületik, és az nagyon fontos megoldania az adott életében, biztos, hogy lesz egy olyan időszak, krízis, válság, felébredés, megújulás, amikor biztos, hogy szembesül azzal a feladattal, és meg tudja oldani, mert azért akkor született meg, amikor. Egy verépi sem eshetik le a mennyei atya akaratja nélkül. Írja Shakespeare a Hamletben, semmi nem történhet meg, csak a rendelt idejében. Mert hogy van rend. És hát most a bevezetés legvégén egy kis idegen szóval élve headline, de még előbb belekezdenék, azért azt elmondom, hogy itt a duálisban, a viszonylagosban van csak idő és egymás utániság. Az elménk kettősként értelmezi és tudja felfogni a világot. Egyébként valószínűleg egyidejűség van, és az idő értelmezhetetlen. És csak a Bóri törvény nálunk érvényes, az idő visszafordíthatatlansága. Ezért mi bekezdéseket találunk. Egyébként az új év, a csillagászati új év, illetve az asztrológiai új év tavasszal kezdődik valójában. Ezzel együtt most épp olyan konstellációk vannak január elején, amik egy komoly időszakot jeleznek és fémjeleznek számunkra. Mi ennek a lényege, és ezt összefoglalom most azok kedvéért, akik az élő közvetítésben vannak velünk. Hát egyrészt a 2020-as év az egy előkészítés. Minek az előkészítése? Egy gyökeres, alapvető, strukturális transformációban vagyunk. Minden, ami struktúra. Belül a személyiség struktúra, belül ami gyökér, a személyiségünk gyökerei, erről még szó esik, és minden, ami ennek a kivetülése, mert a világ egységes, minden struktúra ebben az évben alapvetően, ami még fizikai struktúra, 2021-től már a társadalmi struktúrák is benne lesznek ebben, és természetesen ezen struktúrák mögötti okokat, gyökereket szükséges lesz föltárni, és ez egyben egy megújulás is. Tehát ez egy alapvető, hogy is mondjam, csodálkozol a kokainistán? Nem érted. Keresd az okait istán, megérted, írja Kosztolányi. Na erre most nagy szükség lesz, kívül és belül. Úgy is mondhatnám, hogy egy gyökeres paradigmaváltás, szemléletváltás, ami egy személyiségváltozást igényel, önmagunk, egymás és a természethez való viszonyulásunkban. Ez egy előkészítés a 20. 20 vége 21-től pedig elkezdődik egy olyan időszak, amit úgy tudnék jellemezni, hogy a materializmus kora lejár. Pontosabban, tehát kezdődik egy olyan 200 éves ciklus, ami nem azt jelenti, hogy az egót, a testet, az anyagot vagy a pénzt ki kellene dobnunk, valószínűleg nem is tudnánk, egy részét biztos nem, hanem a viszonyulásunkat szükséges úgy megváltoztatni, ahogy szó esik erről az előadáson, a szakrális rendben van, ahogy a teremtett világban, a megnyilvánulásban van, amit egyébként ma már a kvantumfizika is lemodellez, és az ateizmusnak az az ismert formája, ami minden világrendet jellemez, ez lejár. Tehát mindegy, hogy kommunizmus,
hogy kapitalizmus, vagy globál kapitalizmus, ha az ideológiákat nézzük, mindegyik ateista. Az egyik leplezetlenebbül, a másik pedig, meg a harmadik különböző köntösökben, de ateista. Na, ezek járnak le, ezek a rendszerek, ha kívül nézzük a Földön, de ehhez nekünk alapvetően belül szükséges változni. Nyilván mindenki úgy változik ebben, amit hozott, ami a sorsa, karmája, életfeladata, amilyen életszakaszban van, ahol tart önismeretileg és tudati szinten, de mindenki most megtehet egy nagyon fontos lépést, és begyorsult az idő. Tehát jön a mérföldes csizmának az időszaka. Mindenki ahhoz képest, ahol tart. Ahol tart lehet kegyelemből, belátásból, belső kinyomásból, külső kényszerből, valamiféleképpen ezek az idők sűrűsödnek. Az idő valóban fölgyorsul. Ez tükrözi például a Földön a Schumann rezgéseknek a változása. Tehát ami igaz fönt, igaz lent, kint bent, hogyha gondolunk Hermész Trismegistosra, ugye a háromszoros bölcsre, a hermetikának a megalapítójára. Úgy képzeljük el ezt, hogy egy ilyen multiplex moziteremben vagyunk, vagy mozikomplexumban vagyunk, és egy bizonyos teremben vagyunk, ez a Föld nevű bolygó, most ezt a filmet vetítik. Itt most ez aktuális. Aki itt most érzékel, tapasztal, megnyilvánult, inkarnálódott, onnan tudhatod, hogy élsz, hogy ezzel dolgod van, mert egyébként nem élnél, és nem lennél itt. És azzal zárom ezt a bevezetőt, hogy határhelyzetben vagyunk. Népnyelven mondhatnám, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Vagy fizikai hasonlattal a víz eléri a forráspontját, és halmaz alapotot vált. Filozófiai gondolatot kölcsönözve, az ismeretelméletben ott van, hogy egy mennyiségi változás elér egy pontot, minőségi változásba csap át, vagy Einstein, ahogy mondja, egy problémát nem lehet abban a gondolatkörben feloldani, mint amiben fogant. Na, ezeket fejtjük ki, ennek a tartalmát, és ebben a pillanatban akkor most, akik a világhálón követtek eddig, elköszönök tőletek, és utólagosan a következő hetekben figyeljétek a Kis József Zsolt asztrológus arckönyv oldalt, illetve a kisjozsefzsolt.hu honlapot, minden információ ott lesz, hogy igazságosak legyünk, természetesen díj ellenébe letölthető lesz az egész előadás. Mi pedig akkor vágjunk bele. Én szeretném személyesre venni, és az a tematikám, hogy először beszélek az énről, nem magamról, hanem mindenkinek az énjéről, én is benne vagyok ugyanezekkel a feladatokkal. Aztán beszélünk a tehről, a külvilággal, tehát az emberi kapcsolatainkat, hogy érinti ez, család, párkapcsolatok, bármilyen emberi kapcsolat, és a végén pedig beszélünk kollektív dolgokról, amik az emberi, egész emberiséget érintik. Tehát az egyik dolog az az, amivel kezdenék, hogy, illetve szeretnék kezdeni, hogy most van egy ilyen sors megújulás vagy sors korrekció. Itt behoznám röviden a karma fogalmát, ami tulajdonképpen az ősrobbanásból, a teremtésből fakadt. Tehát minden, ami egyszer megnyilvánult, az önmagára fog ismerni. Ez a karmának a lényege, ha nagyon röviden akarom összefoglalni. Egyébként meg a szanszkrit szónak nagyon sok jelentése van. Tettek sorozata következmény. Ha belegondolsz, a karma levetülése a sors, vagyis hogy benne van a tettek sorozata a sorsod. És azt is érdemes tudnunk, hogy ha megnézzük a világ egységét, itt a duálisban, a kettősben, a poláris világban ugye mi külön választjuk a dolgokat. Tehát kint és bent van. De valójában, mint mondottam, egyidejűség van, és valójában az a valami fölsőbbrendű, és itt megint hivatkozom egy egyetemes törvényszerűségre, hogy véletlenül mindenki hiszi, tudja, érzi, sejti, hogy ő több, mint az anyag, több, mint a teste, több, mint az egója, tehát van egy felsőbb szubstancia, és abból is szerintem egyetérthetünk, hogy mindenkinek van hátizsákja, csomagja, amit hozott. És ebből a szempontból mindenkinek van valami olyan dolga a múltjából, ami idehozta ebbe az életbe, ami meghatározza őt, és meghatározza a továbbiakban. És ezt a karmát így is fölfoghatjuk. Egyébként múltkor szembesültem azzal, hogy Madács is ír erről, de ha belegondolunk az ember tragédiájába, egy-két alapvető dologról mindenképpen, ugye amit tapasztalsz, érzel és tanulsz, évmilliókig lesz a tulajdonod. Szóval az a helyzet, hogy egy olyan idő minőséghez érkeztünk el, akkor most használom bátrabban ezt a kifejezést, amikor komoly, jelentősebb karmikus feladatokat le lehet tudni, illetve karmikus alakadásokat lehet oldani. Aki ennek elébe megy, mert például spirituálisan gyakorol, spirituális utakon például a jellemző, tudják,
itt ülnek például a Szatyan András gyakorlótársaim, kapsz egy személyes mantrát a gurútól, akkor az igen be tudja gyorsítani a karmoldást. Ennek nem biztos, hogy az ego számára kellemes következményei vannak, jegyzem meg. És ez bármely spirituális úton van. Vagy éppenséggel, amit mondtam, pont akkor születtél meg, hogy valami olyan komoly karmikus feladatot éppen az életed valamelyik szakaszába élj meg. Ugyanis például olyan időminőség nagyon ritkán van, amikről most beszélünk. Tehát például itt azt mondjuk, hogy a materializmus kora lejár, az egy 200 éves ciklus, illetve jóval nagyobb ciklus. Azon kívül ezek a konstellációk, amik csak jeleznek egy időminőséget, tehát gyakorlatilag az idő keret, az idő mennyisége az, hogy hány percig vagyunk itt együtt, a minősége az meg a tartalma, hogy milyen gondolat, érzelem, tudat, tartalom van itt most köztünk, bennünk, a látszólag élő és élettelen világban, ugye ez az idő minősége. És ilyen szempontból nagyon sok ember, majd beszélünk arról is, hogy főleg kik érintettek ebben, most gyorsítottan vagy kap lehetőséget, vagy bele lesz kényszerítve, hogy olyan karmikus feladatokat megoldjon, amit most, ha szabad ezt a kifejezést használom, amit lehet, hogy létezések óta nem oldott meg, vagy ebben az életében most érkezett el az idő, hogy ezt besűrítse, és ezt, ha levetítjük a Földre, mint sors, tehát mint földi sors, ami itt a itteni bekezdés születéstől a halálig, akkor olyan feladatokra gondolj most a saját életedbe, hogy mi az, amit már önismeretileg tudsz, sejtesz, érzel magadról, hogy dolgod van, és nem tetted eddig meg. Ennek az időszaknak van egy olyan jellege, hogy nyáron föl kéne vágni a fát, be kéne hordani, hogy télen tudj mivel fűteni. Aki ezt nem tette meg, akkor most vagy gyorsítottan teszi meg, vagy lehet, hogy fázni fog. Erre mondtam a mérföldes csizmát is. Ezt föl lehet fogni lehetőségként, föl lehet fogni kényszerként. Ugye nagyon érdekes, hogy az ego úgy működik, én azt szoktam mondani, hogy mindenki, hogy mondjam, abban közösek vagyunk, hogy mindenkinek az egója hasonlóan működik. Abban is közösek vagyunk, hogy mindenkinek van egy egyetemes énje. De abban különbözőek vagyunk, hogy valahol az abszolút tudatossághoz, szeretethez, végső valósághoz, darmához képest éppen hol tartunk, mi a speciális utunk, milyen személyiség érettséggel rendelkezünk, ebben különbözőek vagyunk. De egyfelé tartunk, egy hegycsúcsra tartunk. És ilyen szempontból nyilvánvalóan különböző lesz az a feladat, hogy kinek milyen lépést kell megtenni, és mit szükséges kiigazítania. Az is egy különböző dolog, hogy ugye képzeld bele magad. Ha eddig még bizonyos feladatokkal nem néztél szembe, akkor most vagy a belsőd, vagy a külső körülmények elkezdenek jelezni, segíteni, inspirálni, vagy rá késztetnek, hogy figyelj ezzel. Ha már elkezdtél dolgokat, akkor tulajdonképpen, majd beszélek az idő ritmusáról is, elkezdheted ezeket a dolgokat feloldani, elkezdheted megcsinálni, ne kiveselkedni. Ha eljutottál valameddig, akkor most egy mélyebb vízbe mehetsz. Tehát ez teljesen különböző, ez a dolog. Na most ugye ehhez van egy fontos dolog, hogy tisztázzuk a mihez képestet. Tehát nagyon fontos lesz az a fogalom, hogy határok, keretek, szabályok, törvények. Tehát megfigyelni azt, hogy a személyiségnek is vannak keretei, határai, és mindennek. Legalábbis mindaddig, amíg a személyiségben vagyunk. Mindaddig, amíg föl nem szabadulunk, meg nem világosodunk. És addig, hogy egyáltalán odáig eljussunk, addig szükséges ezeket a határokat, kereteket betartani, mert ezek biztosítják azt, hogy tudjunk fejlődni, tudjunk tovább lépni. Gondoljunk arra, hogy mindannyiunknak az alapfélelme a halálfélelem. Ebben a közbülső félelem a személyiség szétesésétől való félelem, tehát amikor a személyiség határok szétesnek. Egyébként, ha nagyon akarok filozofálni, akkor a halálfélelem mögött pedig az ego teljes átadása van, és ez bizonyos értelemben egy paradoxon, hiszen arra vagyunk hangolva, vágyunk, hogy az abszolút szeretetben feloldódjunk, de az meg az ego halálát jelenti. Ha most ezt nagyon filozófiába akarom tenni. Viszont ugye gondolja arra, hogy hogyan növekszik a gyermek, hogyan növekszik egy növény, mi a személyiség fejlődés. Ugye először ki kell alakulnia egy individuumnak. Azt még védeni kell, mint a kis magocskát, mint a növényeknél. Utána aztán beletágulsz egy magasabba, ott is vannak határok, de ezek a határok tágulnak.
De ezek összefüggésben vannak a belső ébredéssel, belső fejlődéssel. Tehát nagyon-nagyon fontos lesz, hogy lássuk ezeket a határokat, ezeket a kereteket, tisztázzuk, ki vagyok én, ki nem, mi az én felelősségkompetenciám, mi nem, és ami nem az enyém, az nem azt jelenti, hogy közömbösség, hanem hogy ha én tisztáztam magam és dolgozom azzal, mint identitás, ki vagyok én, akkor valószínűleg nem leszek közömbös, mert képes leszek akkor együtt érezni másokkal, szerepet cserélni, a másikra is figyelni, de nagyon-nagyon fontos lesz ezeknek a határoknak a tisztázása. Egy magasabb transzcendens szinten, ugye, hogy mondjam, szükséges kijelölni a vezércsillagot, hogy egy mihez képestet. És itt jön egy következő olyan fogalom, azért is mondtam az elején, hogy újra rendezni a viszonyunkat a Teremtővel, az Istennel, az Egységgel, ezt nem így mondtam az előtt, de most így mondom, avagy visszahozni a szakrális rendet, de már ezzel a tudatossággal, amiben most vagyunk. Nagyon úgy tűnik, hogy voltak az emberiség életében olyan korszakok, amikor az ember a jobb agyféltekéjét fejlesztette nagyon, és úgy tűnt, hogy azzal visszaélt. Például voltak olyan szakrális civilizációk, akik úgy tűnik, hogy így buktak el. Nekünk most ebben a szerveződésben a balagyféltekés ügyek a túlfejlettek, és ezzel kapcsolatosan zajlik a visszaélés. Éppen ezért ugyanoda tudunk fölkapcsolódni, ugyanoda tudunk visszakapcsolódni, csak most ebből a helyzetből tudjuk ezt a visszakapcsolódást megtenni. Tehát rendezni a rendel, ahogy a görögök nevezik, a kozmosszal való viszonyt, ez pedig nem megy másképpen, mint belülről egy immanens folyamat. Tehát kinek mennyire érett a személyisége, mennyire nőtt föl, mennyire vált le a szüleitől, mennyire fogadta el önmagában a szülőképet. Ezek mind szinonim kifejezések. Mondhatnám úgyis, hogy személyiségérés. Ez készíti elő, hogy te a transzcendenssel milyen viszonyban vagy. Hiszen ha megnézzük, a nagy rend az egy autoritás, az egy felsőbbrendű dolog. Ugye, ami a szülői autoritásra hajaz a személyiségben. Hiszen van a fizikai testünk, van a személyiségünk, meg van a transzcendens részünk. És ha az mondjuk nincs lerendezve bennünk, például autoritás problémák, a fejebb valókkal való viszony vagy lázadás, a szülők elleni lázadás például megvannak szakaszai, akkor a nagy renddel is lázadó viszonyban leszünk. Jó, tehát szoktam mondani erre, hogy ki lehet menni a parlament elé tüntetni le a gravitációval feliratú transzparensekkel. Nagy valószínűséggel a Kossuth téren ennek hatására a nagyjából 1 Gauss gravitáció nem fog megváltozni. Ha sokat vagy ott, lehet, hogy a hatóságokkal lesz dolgod. Tehát ez egy belső fölismerés, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, mert a tudomány nem csinál más, mint a törvényszerűségeket képezi le. A spiritualitás, a spirituális hagyományok, a világvallások ezt közvetítik. Azon kívül egy bizonyos önismereti, önébredtségi szinten ezt a saját struktúránkban, a saját rendszerünkben ezeket az összefüggéseket föl tudjuk ismerni. És itt jön egy újabb kifejezés, ami ahhoz az archetipushoz tartozik, ami most főszereplő, és az archetipusokról is beszélek, majd az alázat. Tehát, hogy észrevegyem, hogy belül is van egy rend, meg kívül is van egy rend, aminek én része vagyok, és ugyanakkor az a rend pedig tulajdonképpen leképeződik bennem is. És ha rend ellen lázadok, akkor azt jelenti, hogy önmagam ellen is lázadok. Most ez for. Volt egy körülbelül 8 éves időszak, ami arról szólt, most picit visszamegyek, hogy az egónak, az individuumnak rendezni kellett a viszonyát, mint egyén, tulajdonképpen a rendhez képest a szabadság oldaláról. Tehát rendezni például azt, hogy a szabadság az nem szabadosság. Hogy a szabadság az nem kívül van. Hogy a szabadságnak előfeltétele egy belső érés, alázat és felelősség, és ennek meg előfeltétele az, hogy magasabb szinten rá tudok-e nézni magamra, mert azt tesz engem szabaddá. De tudjuk azt, hogy ha valaki a szabadságot úgy intézi el, hogy a külső feltételeket akarja átrendezni, akkor azt tudjuk, hogy függés. Mert külső feltételektől függ. Hogyha már nem akarom a külső feltételeket átrendezni, és akkor is szabad vagyok, na ott kezdődik a szabadság útja. Az elmúlt 8 évben ez volt a lecke, hogy az ego, az én, az individuum, mit kezd ezzel, hogy vizsgázik ebből?
kicsit kitágítom ezt a képet, és azt mondom, hogy ugye voltak kollektív korszakok, ahol ilyen kollektív üzenetek voltak, hogy mit kell csinálni, meg mi a jó, meg egyéb. Ugye voltak ideológiák, voltak gondolatrendszerek, és persze voltak szellemi tanítások is. Aztán jött az individualizmus kora. Most is abban vagyunk, csak most az a korszak jön, amikor az individuum akár negatív, akár jó értelemben ki hogy nézi, most magára van hagyva. Nem mondják meg, hogy kell csinálni. Valószínűleg most nem fognak születni gyökérguruk, ilyen leszületések, hanem arról szól, egyébként ezek vízöntő típusú rezgések, hogy ebből az individuumból hogy tudom megtalálni a szabadságomat, és a szabadság ebben az értelemben az, hogy én hogyan tudok illeszkedni a nagy rendbe, mert rájövök arra, hogyha az ember életnek az alapja az, hogy a boldogságot, a végső valóságot keresem, akkor nekem az a legjobb. Tehát nem csak azt az aspektust kell megnézni abban a tekintetben, vagy jó megnézni, hogy miért születtem annak, aki oda, ahová, hanem hogy mire tanít ez engem, és miért jó az. Sok ilyen próbatétel van már és lesz. Ez a belső ego lázadásnak a kivetülése. Ami azt jelenti, hogy különböző ideológiák, gondolatrendszerek, stb. Mocorognak, fognak feszíteni bennünket, próbára tesznek ebben a dologban. Ez egy teljesen természetes folyamat, mert mindenkinek a saját útján, a saját szabadságát a nagy rendben szükséges megtalálnia. Egy alapdefiníciót mondhatunk. Ugye valami önismeret, valami nem önismeret. Valami a fény, valami a sötétség. A sötétség az nem önlétező, hanem a fény hiánya. A sötétség az, amikor a tudat sötétségben van. Vidya, hogy egy keleti kifejezést használok. Az biztos, hogy nem önismeret. Most kicsit nézzük meg. Ha a külvilágot akarod megváltoztatni, az sem önismeret, ha magadat akarod megváltoztatni. Hiszen az ember egy önébredő megismerő lény, és ez a mozzanat kezdődik azzal, hogy elfogadás. Szerintem ez a legnagyobb lecke. Amit nem tudok elfogadni, azt nem tudom megismerni. Utána jön a megismerés, és abban van a változás, a varázslat. Éppen a Szattyanandás társai, amikor hazajöttek, a tradíciónak a most élő guruja mondta ugyanezt, hogy elfogadás, megismerés, változtatás. Ha valami fordítva van, akkor az a nem tudás, az a sötétség. Tehát, hogyha valami abból indulsz ki, vagy az merül föl benned, hogy ez így nem jó, akkor biztos, hogy nem az önismeret útján van. Nem jó, hogy az vagyok, aki vagyok, annak születtem, aki, oda, ahová. Ugyanis annak tanítása van, annak jelentősége van. És később rájöhetek arra, hogy amit lehetséges, hogy az ego egy szinten korlátnak él meg, és lázad ellene, pont az a legnagyobb segítség számomra. Tehát a lázad, nagyrenddel való viszony rendezése, személyesen, és végülis a nagyrendnek egy megnyilvánulása a karma, egy spirituális szinten, annak a levetülése az életsors, földi szinten tulajdonképpen, és szeretnék arra utalni, amit mondtam néhány mondattal előbb, hogy valójában, amit a külvilágnak érzékelek, akár karmának érzékelek, sorsnak érzékelek, az is én vagyok. Nem a kis én, hanem valami olyan tágabb lehetőség és feladatcsomag, szokásmechanizmusok, hiedelemrendszereknek az együttese, egy kivetülő tudatrész, spiritrész, lélekrész, amit behozott ide engem, és ez egy szövet, ez egy anyag. Csak olykor, ez olyan, mint amikor a fény természete, mint ami relativitás elméletben, hogy hol hullámtermészet, hol rezgésként mutatkozik. Tehát hol úgy érzékelem, hogy ez én vagyok és az én személyiségem, hol úgy érzékelem, hogy a külvilág. Erről is esik még szó, sőt már most mondom, hogy egy olyan attitűd lesz nagyon-nagyon fontos a következőkben, ami inkább egy önreflektívebb befelélés, egy mélyebb önreflektívebb befelélés, és mint egy ebből a befelé élésből nézzük a külvilág dolgait. Mi az, amire nagyon vágyom és elsodor? Mi az, amitől nagyon-nagyon félek és elsodor? Mi az, ami nagyon zavar, amin megakadok? Ezek fokozatok, hogy mivel van főleg dolgod. És ki helyettesítse be, hogy ezzel hol tart? Foglalkoztál vele? Nem foglalkoztál vele? Igen, fölismerted? Fölismertem, de még ez elsodor. Na, ezeken a pontokon szükséges megtenni a,
a következő lépést, hiszen arról beszéltünk, hogy gyökeres strukturális transformáció. Milyen struktúra van mi bennünk, emberekben? Hát a személyiség struktúra. Ennek mi van? Határai vannak, hiszen ezen a őrizgetjük csepptudatunkat az óceánban, ugye mondja Müller Péter, de az a helyzet, hogy először a csepptudatunkban szükséges benne lenni, azt, hogy aztán feloldódjunk az óceánban. Mert egyébként, gondolj a tékozló fiú esetére, vagy gondolj más tanításokra, egyébként nem lesz valódi a fölébredés. A dolog az hiteltelen lesz. Tehát ez, van egy olyan tanítás ebben, hogy akkor tudsz önzetlen lenni, ha van ön, ha van én. Amiért te megdolgoztál, bejártad, tapasztaltad, fölépítetted, majd meghaladod. És itt szeretném hangsúlyozni a meghaladás kifejezést. Problémákat nem megoldani lehet, hanem meghaladni lehet. Azáltal, és majd mindjárt beszélek erről is, a személyiség struktúra kapcsán, hogy mi által, de minden esetre, tehát van egy struktúra, annak vannak határai. Az identitásunknak is. És ezek a határok belső fejlődés értelmében tágíthatóak, de nem tágíthatóak mesterségesen, gyorsítva, siettetve és erőkaszakosan kívülről. A karmánk, meg a sorsunk, meg a kivetéléseink úgyis megteszik ezt a tágítást. Tehát nem kell a problémák elébe menni gyakorlatilag. De minden esetre lépésről lépésre ebben a tágulási folyamatban vagyunk benne. Tehát struktúra, van egy személyiség struktúra. A személyiség struktúrának van egy olyan jellemzője, és nem csak határaink vannak, hanem belső határaink is vannak. Tehát van a tudatos rész, mondjuk így a féltudatos rész, idézőjelbe téve ez nem annyira szakmai kifejezés, tudatalatti, tudattalan, családi tudattalan, kollektív tudattalan, tehát az árnyéknak, a sötétnek, ami pusztán csak annyit jelent, hogy nem ismerem még, nem fogadtam el, nem integráltam, nem szerettem meg, nem tudom még azt, nem tudom a sajátoménak, tehát ezért mondtam, hogy a sötétség, az a nem tudás, az nem önlétező, csak a fény hiánya, amely a teremtésből fakad, de ettől a duálisban, ahol tartasz, még azért van fény és árnyék. És annak a kivetülését azért komolyan kell venni, meg a belső létezését is igen, ahhoz, hogy tudj vele dolgozni, és megvizsgáld. Ugye, hogyha itt hirtelen a tudat és tudattalan között elszakadnának a határok, ez a struktúra, ez a határkérdés ugye feloldódna hirtelen, akkor ez a pszichózis. Tehát ugye tudjátok, hogy ugye van a bölcs bolond, meg van a sima bolond. Jó? Tehát az egyik a pszichózis, amikor nem egy belső folyamat eredményeképpen tágul bele a személyiséged egy magasabb rendűbe, akkor tulajdonképpen pszichózisba kerülsz, de ez egy belső vezetett folyamatként történik, akkor pedig beletágul a tudatod egy magasabb rendűbe. És hangsúlyoznám azt, hogy belső vezetett folyamat. Ez, hogy mondtam az elején, majd lehet, hogy csak gondoltam rá, de most mondom, hogy az lenne a jó, én itt mindig az ideális megoldásról beszélek. Tehát nem azokról beszélek az előadáson, hogy ha ezek a lehetőségekkel alacsonyabb szinten élünk, vagy nem élünk, akkor mi történik? Szerintem mindenkiben van elég félelem. Mindenkinek elég gazdag a fantáziája arról, hogy ha akár az emberiség, akár te alacsonyabb szinten oldja meg ezeket a mostani kihívásokat, akkor mi történik? Egy sebész számol azzal, hogy műhibát követel, de nem azt vizualizálja, hogy százféleképpen hogy lehet mellé vágni. Úgyhogy ezekről nem szeretnék beszélni, hanem a feladatról és az ideális megoldásról szeretnék beszélni, és ilyen szempontból nagyon fontos lesz kívül és belül az úgynevezett vezetett strukturális átalakulás. Mit jelent az? Akár kívül, akár belül. Azt jelenti, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor valamilyen struktúrát le kell bontanunk. És egy újat fölépítenünk. Ezért adtam a transformáció kifejezést, ugyan ez idegen kifejezés, de benne van az, hogy valamit lezárni, elengedni, elhagyni, elgyászolni, azért, hogy valami új keletkezzen. És azért adtam azt a szimbolikus címet, hogy a kígyó levedli bőrét, mert ez egy teljesen természetes folyamat, ahogy a kígyó esetében is. És bizonyos értelemben, ha már kígyó, ebben valami alantasabb résznek kell meghalnia, mert ugye van egy ilyen fogalom, hogy mi állítólag a Homo sapienshez tartozunk. De egy olyan korszak jön el itt a Földön, amikor az értelmes ember kora lejár, mert ez már kevés lesz. Azért lesz kevés, mert az értelmes ember koncepciója hozott bennünket egy olyan helyzetbe, ahol az valagyféltéke túlteng.
ami azt jelenti, hogy a világ elférfiasodott, elsavasodott, elracionálisodott, elakaratosodott. Ez minden síkon igaz, ezért mondtam a kémiai összefüggést is akár. Nők is tisztelet a kivételnek. Most mondhatnám azt, hogy a nők mentik meg a világot. Ez nem azt jelenti, hogy most vegyétek át a hatalmat itt és most, ebben a teremben. De például, ez is egy belső folyamat, ajánlom, az újegyensúly.hu megtalálhatjátok a február 22-i női felébredés programját, majd nézzetek utána, mert most dolgoznunk szükséges a nőkkel, a nőiséggel, a férfiaknak is a női részükkel. Ez hogy kerül ide? Hát mi kell az önismerethez? Hát egyrészt bátorság, tehát konfrontáció, abban szükségünk van a hérosz archetípusára. De azt mondtuk, hogy elfogadás. Az elfogadói attitűd az mindig egy női attitűd. Ezért van az, hogy én a 90-es évek közepén kezdtem el előadni, ott még 80-90%-ban nők voltak. Mert a nők a bátrabbak, a nők a fogékonyabbak ebből a szempontból. És most az az időszak jött el, hogy ezt a befogadó, alázattal telibb, holdibb, hogy így mondjam, inspiráló, passzívan inspiráló részünkre appelláljunk. Mert ez most kulcsa egyébként a fizikai túlélésünknek is a bolygón. Tehát ezt most egy kitérőként mondtam, de nagyon ide illett. Na most nézzük tovább, tehát itt azt mondjuk, hogy személyiség struktúra belül, személyiség határok kívül, és ugye transformáció. Tehát belül leépíteni azokat a struktúrákat, amik mondjuk így, hogy karmikusan olyan hiedelemrendszerek, szokásmechanizmusok, beidegződések alapján működnek, amik már idejét múlt, ami nem szolgálja a fejlődésünket, ami benne van az élettervünkben, és nagyon-nagyon fontos most ebben az időszakban, hogy a céljaink felé mozduljunk. Nyilván ennek vannak földi célok, tehát egzisztenciális célok és egyéb célok, de ezt magasabb szinten értsétek. Tehát amikor élethivatásról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy benne van az a kifejezés, hogy hiszek benne, elhivatást érzek iránta, és ezáltal vagyok hiteles. Tehát mik azok az életcélok, amik nekem belül igazán fontosak, amiért megszülettem? Ezt tisztázni, kalibrálni, rendezni, akár újra navigálni a hajót, és ebből a szempontból tulajdonképpen leépíteni azokat az akadályokat, ami ebben akadályoz engem. Személyiség szinten, itt megint mondok egy kitérőt, hogy ugye, ahol software, hardware, ahogy beérkezik nekünk ez az életfeladat, ez ugye én úgy fogom föl, hogy van a fogantatás, pontosabban van a megnyilvánulás, van a fogantatás, majd ez a folyamat ketté válik, elindul az egyéni personális szocializáció, magzatkor, személyiségfejlődés ismert fázisai, most nem akarok ebbe belemenni, és közben beleágyazódunk egy közösségbe. Ami azt jelenti, hogy egy transzgenerációs mintában, egy családi tudattalamban. Tehát ezt képzeljétek el, mint egy DNS szál, hogy az egyik szál egy personális, a másik szál pedig egy közösség, és ez a kettő összefonódik. Itt íródik be az összes lehetőség és feladat, ezért mondja a pszichológia is azt, hogy 7 éves korunkra megérjük az életünk forgatókönyvet, amit gyakorlatilag előadunk. És itt most, ezekben az időkben, ezekben a pillanatokban azt érdemes megvizsgálni, hogy hol vannak azok a személyiség elakadásaink. A szocializációnkban való deficitek, hiányok, túl sok, túl kevés volt, ami miatt nem tudunk tovább lépni az életcélunkban, az életfeladatunkban, mert a karma a meggyőződésem szerint a személyiségbe fogalmazódik bele. És a szabad választásunk vagy szabad akaratunk az egyetlen egy ponton érvényesíthető, az önreflexió, hogy önmagunkra ránézünk, és ez nem más, mint maga a személyiség reakció. Tehát a leghatékonyabb karmaoldás az önismeret, ha nagyon magyarul akarnám fogalmazni, az én ismeret, és annak a különböző módozatai. És erre persze tanít az élet. És itt megnézni, ugye itt nem akarok pszichológizálni, de tudjuk, hogy az anyától kapjuk az önelfogadást, apától az önértékelést, és aztán olyanok leszünk egész életünkben, amíg nem korrigáljuk ezt. Viszont itt is állomások vannak. Mindenki nézze meg, hogy hol tart ebben. Lehet, hogy valaki nem is nézett szembe azzal, hogy vagyok én önmagammal, és ez mitől függ. Hát aki még nem nézett szembe önmagával ebből a szempontból, akkor érdemes észrevennie.
Szóval jön a következő fázis, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor a környezetem okozza ezt, meg a szülők. Na utána érdemes a szülőkről is leszállni. Aki már ott tart. Hogy ők is csak eszközei annak, ami az én lehetőségem és feladatom. Tehát ezek fokozatok, és ezekkel óvatosan érdemes bánni, mert nyilvánvalóan a fel nem nőtt részeink, meg a bennünk lévő elakadt rész, akinek deficitjei vannak, a sérült rész, vagy a kisgyerek, az nem tud ezzel mit kezdeni. Ugye a másik oldal a megoldás, az erőforrások. A keleti önismereti terápiás szemléletek ugye arra épülnek, hogy az akadályokat elhárítsuk. A nyugati pedig megoldás-centrikus. Mind a kettőt fontos most használunk. Tehát az, hogy mi akadályoz meg, illetve hol vannak erőforrásaink, hol van olyan belső felnőtt részem, aki tudja szervezni a dolgot, érett személyiség részem, aki nem sérült és tud segíteni a többinek. És ugyanakkor a külvilágban is megtaláljuk ezeket a segéderőket, és igenis a külvilágban ér például a hiányokat éretten föltölteni, tehát használni nem embereket, hanem kapcsolódásokat erre, és amint csak lehet, fokról fokra, hát szembenézni magunkkal, és akkor itt mondhatnék ilyen kifejezéseket megint, hogy mibe tudjuk belefogalmazni az életünkbe, ezt csatornázni, szublimálni, egy alacsonyabb készítés, magasabb szinten megélni, ellaborálni, majd nézzelek utána ezek a kifejezéseknek, nem magyarázom, hogy mit jelent. Tehát tulajdonképpen, és itt jön egy következő jellemző ennek a korszaknak, hogy a gyorsított fölnövésben vagyunk. Egyén és kollektív szinten is. Tehát kicsit kitekintünk a kollektívbe, a társadalmi szerveződések egyre alkalmatlanabb lesznek arra, hogy is mondjam, a jó anya és az apa szerepét betöltsék. Egyszerűen azért, mert egy éretlen struktúrából hoztunk létre társadalmi szerkezeteket. És valószínűleg éretlenül fogunk ezzel kapcsolatban lázadni is. Már aki. És ezek a külső dolgok is arra kényszerítenek, vagy késztetnek, hogy vetkezed be a dolgokat. Hogy figyelj befelé. Hogy te magad válj felnőtté. Tehát a közösségben nagyon fontos lesz az egyén fölnövése a társadalomban, és azért mondtam ezt az önismereti fókuszt, hogy az egész korszaknak van egy olyan jellemzője, ami főleg abban áll, hogy a materializmus kora lejár, hogy a fókusz, a figyelem ne a formán legyen. Mondok erre egy közösségi példát. Nem az a lényeg, hogy egy közösség mondjuk szakrális alapon választ vezetőket, vagy demokratikus alapon választ vezetőket. Ezek formák. Az a kérdés, csak, hogy az adott közösség tagjai milyen tudatszinten vannak, illetve mi van az ő árnyékukban, mint elfojtott tartalom. Mert ha alacsony a tudatszint, ha sok az elfojtott tartalom, akkor a demokráciák szükségszerűen a káosz vagy a diktatúrák felé mennek. Hiszen egy szabadságával élni nem tudó ember, aki magáért nem tud felelősséget vállalni, hogy a fenébe, elnézést a kifejezésre, tudna szabadon választani, ha nem tud a szabadságával élni. Ezek csoportdinamikai és spirituális törvényszerűségek. Ha meg mondjuk egy más típusú választás alapján történik egy vezetőnek a kitermelése, ha az éretlen, akkor biztos, hogy türannoszt vagy diktátort fog választani, látszólag szakrális alapon is. Ha meg ez fordítva van, akkor a demokráciánál is így fog működni, vagy éppen a királyválasztásnál is idézőjelben így fog működni, és a dolgok összefüggésben vannak, hogy eljut egy társadalom arra a szintre. De ez az egyéneken múlik. És az egyének fölnövésén múlik. Tehát szeretnék visszatérni arra, hogy határok rendezése, tisztázás, sokaknál gyakorlatilag újra kell navigálni a hajót, korrigálni kell, vagy korrigálni szükséges. Tehát akik például nagyon eltértek az életfeladatuktól, lehet, hogy kapnak olyan jelzéseket, sűrítetten pofonokat, válságokat, kríziseket, ami visszatéríti. És ez kollektív szinten is igaz. Tehát biztos vagyok benne, hogy most nagyon dinamikus időszak jön, tehát egy nagyon komoly átrendeződés lesz a következő időszakban, években minden téren, valójában. De hogyha ebben nem találjuk meg a nagy rendhez való viszonyunkat, nem találjuk meg ebben az alázatot, akkor ez egy nehéz időszak lesz. Az is lehet, és itt behoznék egy nagyon nehéz témát, hogy valaki ezt csak úgy tudja megoldani, hogy kilép. Ugye bizonyos értelemben egy asztrológiai szempontból úgy szoktam
tekinteni, és úgy látom, hogy ha valaki nagyon eltér az életfeladatától, a karmájától, a sorsától, és már nem tud visszatérni, vagy nem képes a lélek tapasztalni, akkor tulajdonképpen kivonja magát a forgalomból, vagy kivonják fölülről. Adott esetben ez lehet egy korrekció, vagy egy kegyelem is. Tehát elképzelhető, hogy ebben a gyorsított darálóban akár sokan kilépnek, vagy sokan tulajdonképpen radikális változásokat tudnak tenni, és változtatásokat tudnak tenni ebben az időszakban. Minden esetre a lényeg az, hogy most mindezekért szükséges felelősséget vállalunk, és behoznám azt a fogalmat is, hogy lépésről lépésre, és hogy teljes realizáció. Tehát ez az időszak arra tanít bennünket, hogy nem nagyon üdvös, nem nagyon jó ugrálnunk. Vagyis a tudat tágulásának van egy folyamata, a személyiség fölépülésével, a felnőtté válással, a tudatosulással kezdődik ez a folyamat, majd pedig ez az ego és a személyiség, amikor fölépítette egy szinten magát, akkor elkezd egy tulajdonképpen alkalmassá válni, hogy lebontsa önmagát. És ebben most nem nagyon jó ugrálni, mert ennek súlyosabb visszacsapásai és súlyosabb következményei lehetnek. Utaltam arra, hogy az egységhez való viszonyunk. Tehát, hogyha én éretlenül még egy meg nem formált, ki nem dolgozott egóval, menekülésből, önmagam elől való menekülésből már rögtön el akarom dobni az agyam, vagy el akarom dobni, ami én vagyok, akkor abból káosz lesz, abból csalódás lesz, abból illúziók lesznek, akár egyéni, akár kollektív szinten. És nem tudunk beérkezni oda, hova szeretnénk. Tehát nagyon fontos most tisztáznunk azt is, hogy mi az egység, és mi az egységbe való beérkezettség. Tehát minden szinten, színről színre egyre inkább látni azt, hogy mi micsoda. Mire gondolok? Tehát mondjuk vegyünk egy példát, egy ilyen fizikai példát, hogy mondjuk van a racionális gondolkodás, van a szimbolikus gondolkodás, ami a látszólag különböző dolgok közötti sűrítményt képes abszolválni és képes felismerni, vagyis hogy nem azt, hogy miben vagyunk különbözőek, hanem azt, hogy miben vagyunk hasonlóak. Van az analógiás gondolkodás, ami ennél magasabb rendű, hogy nem csak itt és most miben vagyunk hasonlóak, hanem amikor kivetültünk, keletkeztünk, az, aki én vagyok valójában, teremtöttünk, vagy teremtettünk, akkor mi volt a lényegiségünk, és abban hogyan vagyunk közösek. Hogyha azt mondom mondjuk, hogy pénz, akkor azt mondom, hogy pénzhez való viszonyom, keresd a személyiség részét. Hogy vagy te az önértékeléssel, pénz az egy értékmérő, önelfogadással, milyen a te morális szinted, és ahhoz mérten a te értékrended. Ez meghatározza a pénzhez való viszony, például. Akkor következő szinten megnézed, hogy kollektíven mit hoztunk létre. Megnézed, hogy milyen a emberiség tudatszintje most a saját önértékelésével, a saját önelfogadásával, a saját értékrendjével. Akkor azon a helyén ne legyenek illúzióid a pénzzel kapcsolatban, hogy mondjuk a pénzrendszer miért működik úgy. Nem tud másképpen működni. Tehát erre mondtam azt, hogy így színről színre megnézni a dolgokat. Ebben az időszakban nagyon sok segítséget kapunk ehhez. Tehát van egy ilyen belső tágulás és külső tágulás. Holisztikusabban, magasabb rendűbben ránézni önmagunkra és a világra. Ami azt jelenti, hogy, és be is hozok már egy archetipust, ugye az archetipusok ezek ősminták, ugye archetiposz ősképek, amik a kollektív tudattalamban léteznek, specifikálódnak a személyiségünkben, spirituálisan úgy is mondhatjuk, hogy az Istentől eltávolodott analógiák, fizikai síkon pedig az élet színpadán eljátszott szerepei. Ebben például a mostani időszakban a főpap archetipusa nagyon fontos segítséget ad. Magasabb szinten ránézni önmagunkra, a tudattágulás, és holisztikusabban látni a világot. Tehát itt azt, hogy megnézed racionálisan, de megnézed, hogy szimbolikusan mondjuk mit jelent a pénz, és megnézed, hogy analógiásan mit jelent. És megnézed, hogy te hol tartasz ebben, és beazonosítod, hogy az adott közösség hol tart ebben. És akkor már rögtön nem lesznek ezzel kapcsolatban illúzióid, rögtön nem kell a külső világban mahinálni. Fogod tudni, hogy mikor lesz pénzpiaci összeomlás.
ezekből a folyamatokból, ezekből a jelekből. Meg megnézed, és itt jön egy nagyon fontos következő dolog, és ide még visszatérek, hogy ez a befelé élve élni kifelé. Egy önreflektíven. Tehát megnézed, hogy például hogy vagy te az önelfogadással, önértékeléssel, önbizalommal, mennyire stabilak az alapjaid, a belső alapjaid, és ezek biztosítják azt, hogy a belső erőforrásaiddal kapcsolatba kerülj, és azon kívül pedig, vagy azon fölül pedig a magasabb erőforrásokhoz kapcsolódj. Milyen miért megy a harc? Az életenergiáért. A harc idézőjelbetéve, a szeretet energiáért. Tehát nem kenyér él az ember, szeretettel él az ember. Ez gyakorlatilag a korai kapcsolatok adják meg, vagy nem adják meg ezeket az alapokat. Ahogy leszületünk, megnyilvánulunk és szocializálódunk. Magyarán, ilyen külső dolgok, mint túlfogyasztás, egymás kizsákmányolása, a környezet kizsákmányolása, csak kizárólag ettől függ. Tehát ugye azt mondtuk, hogy egy gyökeres transformációban vagyunk. Az emberi egónak egy hajlama, egy teljesen természetes jellege, hogy ha valamitől fél magában, mert nem ismer, vagy nem tud kontrollálni, akkor a külvilágban mahinál ezzel. Akkor például, amit magadban nem tudsz kontrollálni, másokban akarod kontrollálni. Magadban nem tudsz uralkodni, akkor másokban akarsz uralkodni azon tartalom fölött. Ha magadon keresztül nem tudsz szeretett energiához jutni, akkor elveszel többet, hogy szeretethez juss. Több pénzt, több hatalmat, több kontrollt. Tehát azt megnézni, és ugye, amikor kollektív dolgokat is figyelsz. A kollektív dolgok ezeknek a kivetülései. Hogy egy adott közösség, egy adott társadalom milyen vezetőket projiciál, azok hogy bánnak a hatalommal, hogy bánnak a pénzzel, hogy bánnak a természet értékeivel. Nagyon fontos, hogy ne démonizáljunk. Nagyon fontos, hogy ne hasítsuk le. Az úgynevezett projekciókat, a kivetüléseket, ugye a személyiség azzal tartja egyensúlyban önmagát, ugye van egy nem csak egy fizikai, egy pszichológiai immunrendszerünk is, ami biztosítja a személyiségünk integritását, hogy ne őrüljük meg, hogy amit nem tudok per pillanat elfogadni, hogy az is én vagyok, akkor azt kivetítem, és annak az ára az, hogy ahhoz tartozó tartalmat elfojtom. Mert úgy bírok létezni, úgy bírom el. Az önismereti ember, az önismereti úton járó ember a szublimál, tehát visszavonja a projekcióit, ezeket a késztetéseket, ugyanazt a pszichológia klasszikusan ösztönkésztetésekre érti, de most erre mondom, hogy visszavonni a projekcióit, megnézni, hogy egy kapcsolat hogy tükröz engem, egy jelenség hogy tükröz engem, hiszen spirituálisan ez igaz, hogy ugyanazok az őselemek vannak bennünk, mint ami az élettelen világban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a tűz elszabadul a világban, az nem más, mint az ember teremtő ereje. Egy kollégától hallottam ezt a minap, hogy nem klímavédelemre van szükség most, hanem teremtésvédelemre. Az emberi kreativitás, Isten saját képmásra és hasonlatosságra teremtette az embert, ugye először jön az ige, ez egy tűz dolog. Az a tűzzel való visszaélés, a teremtő erővel. Nincs egyensúlyban. És akkor most mondhatnám a többi elemet. Ezt egyébként az egyéni életetekben is érdemes így megfigyelni. Milyen elemi dinamika mozdul meg, és minél inkább személyiség szinten fogod ezeket az elemeket magadban, ami azt jelenti, hogy tudatosítod, koordinálod, szervezed, elsősorban személyiség szinten, annál kevésbé szabadul el a kis teredben, és a nagy térben nagyon-nagyon fontos lesz tenni most a békért. Nagyon-nagyon fontos lesz tenni most majd a széthúzó energiákért kívül. Mert lesznek széthúzó energiák ebben az időminőségben. De pont az a lényeg, hogy az időminőség rávilágítson arra, hogy én belül hogy tudok, mit tudok ezért tenni ezeknek a széthúzó energiáknak az eliminálásáért és a feloldásáért. Tehát ez a bizonyos gyökeres strukturális átalakulás jelenti azt, hogy ami árnyék, ami sötét, azt emeljem be magamba, és akkor itt behoznék egy újabb archetipust, ami főszereplő, a mágus, vagy a görög mitológiában láthatok az elején képeket, Hádész, ki az alvilág ura. De én a görög mitológiát azért nem szeretem annyira használni, mert azt látom, hogy nincs azon a spirituális szinte, vagy lehet, hogy volt, ami tökéletesen spirituális analógiákban lehetne használni, inkább maradnak a mágus archetipusánál. Ez tulajdonképpen a hős útjának a magasabb szintje.
Vagyis a hős, vagy a mágus hős, vagy az a hős, aki magasabb szintre lép, az alapvetően belül kezdi el transformálni magában azt a tartalmat, ami kívül szembe jön, és látszólag harcol érte. Lehet, hogy kívül harcol, lehet, hogy fölveszi a kesztyűt, mert kell, mert a duálisban vannak önlétező, elszabadult energiák. Ugyanilyen a világban is szükség lesz a tűzoltásra, mert szükség lesz a tűzoltásra. Biztos vagyok benne. Minden értelemben. De ezt egyszerre kell csinálni, egy kicsit olyan időszak, hogy renoválás alatt is nyitva tartunk, ez lenne a szerencsésebb megoldás. Hogy elkezdjük ezt a renoválást. Ez lenne a szerencsésebb megoldás egyén és közösségi szinten is, hogy érzem azt, hogy a házam omladozik, szimbolikusan, és én fizetek a buldózeresnek, meg az építőbrigádnak, hogy bontsa le, és nem pedig rám omlik. Erről még fogunk egy kicsit beszélni. Tehát az az ember, akinek most ennek elébe tud menni, ezzel szinkronba tud lenni, akkor az nagyon érzi a mostani idők szavát. Tehát két olyan archetípus, mennyi visszaterek Hadészhez találkozik most, és transzformál bennünket, ami maga a halál. Egyik az alvilágbirodalma, másik a kaszás. Ez a halál, ez azt jelenti, ugye kicsiben, hogy az ego egy része meghal. Tehát ha valamikor most nézd meg az egyén életedben, hogy hol kell, hol szükséges, hol kapsz jelzést, hol kapsz inspirációt, hogy áldozatokat hoz, valamiről lemondj, elgyászol, elengedj, mert most nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy ezeket a lépéseket megtegyük, nem csak azért, mert túlélünk vagy nem élünk túl, gondolj arra, amit mondtam az elején. Hogy a szellem szempontjából még az is, hogy a fizikai testeddel mi történik, az nem annyira fontos. Hanem az fontos, hogy fölébredsz-e vagy nem. Tehát itt nem csak az a tét az emberiség jövőjét nézve, hogy fizikailag túlélünk-e, hanem az is a tét, hogy szellemileg túlélünk-e. Az is a tét, hogy morálisan túlélünk-e. És ebben az értelemben mondom azt, hogy nézd meg, hogy hol tudod átlépni az árnyékodat a legkisebben. Tehát a személyiségfejlődés mindig áldozat. Tehát ha a személyiségeden dolgozol egy önismereti helyzetben, mondjuk egy átlagos narcisztikus személyiségzavarral, ilyen sokunknak van. A személyiségzavar az egyébként nem betegség a pszichológia szerint is, csak a személyiségfejlődés során keletkező zavar. És mondjuk valamit leleplezel magadban, akkor átmenetileg sebezhetőnek érzed magad. De ha azt a részedet beöleled, elfogadod, integrálod, akkor születik egy új én. A kígyó lebedli bőrét. Tehát most szükség van áldozatokra, szükség van lemondásra, szükség van a saját árnyékunk átlépésére, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz, hogy változzon a világ. És amikor azt nézed tehát, ugye ilyen jellegű fogalmakat, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, tudatos vásárlás, környezettudatos létezés, most abban a szakaszban értünk, ahol ez személyiségváltozás nélkül nem fog menni. Mert ennek mind van egy belső megfelelője. Illetve úgy lehet fölfogni, tehát van egy gyönyörű szép körfolyamat, ami a rend része, hogy hajlamos az ego arra, és ez a kicsit egyoldalúbb, ugye balagyféltek és ego arra, hogy a külvilágba kezdi el megszerelni a dolgokat, azt, amit bent kéne megszerelni. Hát erre épült az ateizmus. Itt kötök vissza, hogy az ateizmus mit is jelent. Egy integratív helyzetben van a világ. A kelet honnan indult el, és hová jutott? A kelet befelé nézett. A nyugat kifelé nézett. A kelet most átvette a nyugat mintáját. Itt van az integráció ideje. Befelé és kifelé gyakorlatilag egyszerre nézni, és ez a világ egységesülésének a folyamata, ez tulajdonképpen tanít bennünket. A másik körfolyamat az, hogy ha csak az egyik irány, valójában a magasabb szempontból nézzük, egy idő után, ha az egyikből indulsz el és végigviszed, akkor is elérsz a másikba. Gondolj arra, hogyha egy tudós a racionális gondolkodásból indul el, de eljut a kreatív elméig, akkor ugyanoda jut. Nem véletlen, hogy a kvantumfizika ma már bizonyítja azt, amit az összes világvallás, vagy keleti tanítások, teremtés, mítoszok, és most már jön az összes többi tudomány is, reál tudomány is, ami ezt az éltudomány, most erről beszélek. Tehát itt van ez az összeérés. De hogyha te belül indulsz el eleve, akkor is ugyanoda jutsz.
Igen ám, csak eljutsz odáig. Tehát meg tudod tenni, hogy a kör a teljesség szimbóluma. Meg tudod, tehát tulajdonképpen ugye a fejlődés vagy az ébredés az látszólag most azt sugaltam, hogy lineális, de azért nem lineális, hanem spirális. Meg ilyen mozaikszerű, hogy ez egyik részed itt van, kevésbé fejlett, a másik részed fejlettebb, valamán egy fejlettebb transzcendens részed. És most olyan időszak jön, hogy mindenki saját magát vizsgálja meg, hogy hol tart ebben. Nagyon sokan olyan inkarnációt élünk, ahol van egy ilyen transzcendens nyitottságunk, tehát már belenyúlunk a spiribe, meg a szellemvilágba, meg ebbe a dimenzióba, de közben meg a személyiségünknek az aljával van bőven probléma. Na azoknak most mind a két síkon érdemes dolgozniuk. Tehát azért mondtam, hogy a fát behordani egy nagyon munkás időszak következik, nem a lazsálás időszaka következik. És az azt jelenti, hogy ha ez bejön lazsálásba, helyzetbe vagy hozva. Bizonyos értelemben annyira szorít az időminőség, hogy azt adott esetben kipréseli belőled, vagy lesz egy belátásod, vagy sejtésed, vagy érzésed. Ezt lehet félelmetesnek is tekinteni. Na de ezért fontos, és visszatérek a főpap archetipusához, mint másik főszereplő, aki segít tágabban, teresebben ránézni magunkra, és a világra is. Ez a holisztikus gondolkodás, ez azt jelenti, hogy színről színre lássam, hogy mi mögött mi van. Nem véletlen, hogy aki például asztrológiát tanul, ugye megtanul analógiásan gondolkodni. És ilyen szempontból nagyon hamar átlátja az összefüggéseket, azokat az összefüggéseket, amiket nem látna rá. De más jelfigyelőrendszer is biztosítja ezt, illetve még egyszer mondom, hogy ha a tudatodat tágítod, akkor természetesen ezt más úton is el tudod érni. És ennek alapján, hogyha ezt tágítod, elérsz valami magasabb rendűbe, amire azt mondjuk, hogy hiszek benne, vagy nem hiszek benne. Az elmúlt kb. 10-12 éves ciklusban volt egy olyan periódus, amikor az istenhitünket volt időszerű rendezni. Most már ezen túl vagyunk. Most már a hit próbája van. Ahogy mondják, vallásgyakorlat, a vallás gyakorlása van méghozzá vizsgahelyzetekben, mert ezekben a transformatív, megpróbálóbb helyzetekben mérettetik meg, és tudod edzeni azt, hogy milyen erős a hited. Mert hogy ez a HDC energia most fölhozza ezeket az altudati, nem tudatos dolgokat a saját életedben, kollektívben is. Tehát fölhozza a szennyt, vagy ami a sötétség birodalmában van. És végeredményben ez tudja hozni, létrehozni ezt a mély belső gyökeres és strukturális átalakulást. És visszatérek arra, hogy az lenne a jó, hogyha egy vezetett strukturális átalakulásról lenne szó. Egyéni szinten is nézd meg, hogy hol tartasz, rendezd, tisztázd, mit kell lebontani, és ebből mi épülhet. És kollektív szinten is. Tehát kollektív szinten nyilvánvaló, ha azt mondjuk, és ez különösen 21-től lesz éles, minden fog érinteni a következő időszak. Bankrendszert, pénzügyi rendszert, gazdaságot, társadalmat, mindent, egészségügy, mindent. De azt kell megnézni, hogy vajon hajlandóak vagyunk-e például egy materialista alapú pénzrendszert önként lebontani. Vagy elébe menni. Ahol spirituális értelemben csak két dologgal van baj, a profittal és a hitellel. Ami eléggé alapja. Jó, tehát, hogy ezek, ugye, ha megnézzük a belső szimbolikát. Na most tépjünk tovább egy picit. Figyeld meg, hogy hol vannak ezek a beakadásaid, és a következő fogalom a biztonság. Ebből következik az, hogy ha minél mélyebbre ásol, és ezeket a struktúrákat minél inkább magadban átalakítod, akkor a biztonságodat magadban találod meg, és nem kívül. Ugyanis márciustól, ebben már benne vagyunk, meg elkezdődött egy olyan időszak, amikor az egóhoz, a testhez, a fizikai világhoz való viszonyunkban a biztonság kérdése rendeződik át. Ezt mondjuk úgy, hogy ez egy következő archetípus, ez a bölcs bolondnak az archetípusa, ami tulajdonképpen hoz egy ilyen villanásszerű fölismerést, hozhat egy hirtelen magasabb nézőpontból való ránézést a dolgainkra, és azt a bizonyos dolgot, amit már említettem, hogy fedezzük föl, hogy a szabadságunk az nem a külső dolgokban van, hanem a belső dolgokban van, és azt mi hogyan tudjuk kibányászni önmagunkból.
Ez az erő abban segít bennünket, hogy az ilyen kötődéseinktől megszabaduljunk, akár még azon az áron is, hogy a természetben nagy felfordulások lesznek, és hadd ne soroljam, és lehetnek, most ha lesznek, ez a szubjektív véleményem, azt mondtam, hogy semleges tolmács akarok lenni, inkább úgy fogom, hogy lehetnek, Kis József szó szerint lesznek. Minden olyat helyettesítsetek be, ami úgy biztos. Úgy a talaj, kinek mi, meg a pénz, meg a mit tudom én, tehát amivel keressük a fizikai testünk biztonságát. Nyilvánvalóan, hogy ez milyen mértékű, az attól függ, hogy mit lépünk előre kollektíven. Hogy vagy ebben érintve? Majd mindjárt beszélünk az egyén érintettségekről. Tehát itt tulajdonképpen a külső biztonságnak a következő, a külső biztonságnak a belülre helyezése. Aztán egyensúly. Milyen témákban szükséges, és kapunk lehetőséget, hogy egyensúlyt teremtsünk. Tehát egyrészt említettem az alá fölé rendelt helyzet. A nagyrenddel való kapcsolatunk, és innen jön aztán, hogy mindenféle hierarchiában való elhelyezkedésünk, alázat kérdése, autoritás. Minden alá fölé rendelt és tekintélyhelyzet. Aztán érzelem és racionalitás. Tehát egy olyan időszak van, amikor ugye az érzelem szempontjai mások, mint a racionalitás szempontjai. És elvileg most egy olyan időminőség van a nyakunkon, amikor úgy, hogy is mondjam, nem annyira érzelgősködni kell, hanem úgy odaállni, és azt mondom, hogy most végre megcsinálom. Igen ám, csak ez nem megy, mint mondottam, női oldal nélkül, ez a probléma ezzel. Tehát, hogyha én nem emelem be azt a részemet, nem érzek vele együtt, nincs egyfajta gyöngétségem és türelmem azzal a részemmel kapcsolatban, aki még ez nem nőtt föl, akkor nem fog menni a dolog. Na itt érted meg annak a konfliktusát, hogy miért van gyorsított fölnövés. Tehát végeredményben arról van szó, hogy az érzelmi a gyermetegségből most gyorsítottan föl kell nőnünk, és inkább ez a felelősségteljes, kicsit hideger, racionális szempontok szerint dönteni, viszont hogyha ebbe szakadsz bele, az megint nem jó, mert akkor elhagyod az érzelmi részedet. Tehát nehéz így beszélni, mert nyilván mindenkinek a saját dolgát kell ebbe tisztázni. De lehetséges, hogy mégis olyan helyzetbe lesz hozva, ahol az van, hogy most nincs nyavalygás, mindegy, hogy egy részed nem nőtt föl, most itt 10 éve átalakulás van, megújulás van, krízis van, válság van, kapd össze magad. Egyébként valójában a krízisek, válságoknak ez a feladata. Tehát, hogy magunkban nem tudunk megtenni, azt kivetítjük, illetve ami időszerű, hogy megtegyük, és magunkban ezt nem tudjuk végigvinni, akkor a külső tényezők fognak segíteni. Nagyon nehéz dolgok ezek. De ki kell mondani, hogy a természeti katasztrófáknak, a különböző társadalmi, közösségi válságoknak van egy ilyen funkciója, hogy ezek a változások megtörténjenek. Van egy ilyen funkciója, hogy magasabb szinten nézzünk rá. Van egy olyan funkciója, hogy azok a témák, amik önként nem tudnak megtörténni, mint például együttérzés, egymásra figyelés, összefogás, ennek a segítségével, mint kivetülési folyamat történik meg. Majdnem biztos vagyok benne, hogy egy csomó ilyen idézőjelbe téve segítséget fogunk kapni a következő időszakban, és látjátok, hogy mennyire szükséges ez az összerántás. Ha megnézed most, tehát kell egy olyan habitus példa, mint ami a kínaiaknál van. Hogy azt mondták, hogy február 3-ára felépítünk egy akkora kórházat, mint amit a kormány tervez ide. 2 hét alatt. Mert járvány van. A kínaiak ezt tudják például. Na, ez csak egy példa, mert éppen aktuális, ugye, hogy ne legyen világjárvány. Tehát, hogy ott nincs időérzelgősségre, hanem összefogás van, látni, hogy mi van. Tehát hozza ez az időminőség. És akkor itt most be is azonosítok egy következő archetipust, ez pedig a bölcsöreg. Ez ugye személyiség szinten úgy csíphető fülön, hogy tulajdonképpen, ha nincs, nem látjuk a valóságot vagy a realitást, akkor arra nem tudunk elrugaszkodni. Tehát ha belegondolsz abba, hogy szeretek valakit vagy valamit, de nem ismerem és nem fogadom el, hát hogy tudsz szeretni valakit vagy valamit, akit nem fogadsz el és nem ismersz? Tehát először realizálni kell. Most itt a realizálás, most nem a intellektusról beszélek, az is, az egy része, hanem tudatossá válni benne, vagyis hogy teljes mértékben megismerve elfogadni annak minden szintjét. És ebből következik a tudatosságból a felelősségvállalás is, mert ha minél tudatosabb vagyok a saját motivációim indítékában, mozgatólugóiban, akkor felelősséget tudok vállalni a jelenben és a következményekért is. Ugye valahol talán ez egy megközelítése lehet a tudatosságnak. És most egy olyan fajta realizálásra van szükség, ugye a bölcs számol a realitásokkal, ugye van egy ilyen mondás.
Ugye képzelj el egy olyan dolgot, hogy itt van egy szék, amin ülsz akár. És egy olyan egyensúlyról van most szó, ami szerveződik, hogy látni a széket székformájában is, hogy ez van, ezt lehet használni, ez szilárd, te tudom használni, de ugyanakkor tudom, hogy nem önlétező, nem ugyanaz már, mint ami az előbb volt, és egyébként nem szilárd, és egyébként meg rezgés és energia, és egyébként maga az anyag az, ami legkevesebb benne. Na, bölcs az azt jelenti, hogy ezt tudja, de közben rá is tud ülni. Ez úgy megvan. Az illuzionista, meg az elszállt, az meg lehet, hogy fluktuáló anyagnak látja, de képtelen ráülni. A materialista meg csak ráül, és komolyan veszi, hogy az úgy van, és önlétező. Na, ez a bölcsesség. És most minden szinten, hát nyilvánvalóan most ez egy kicsit elszálltabb spirituális példa volt, de minden szinten erre van szükség, hogy ugye ezzel az archetípussal ezt a fajta realitást megkapjuk. Van még egy következő archetípikus energia, ami ebben segít bennünket, az a megbocsájtás, a szerepcseréből fakadó dolog, az együttérzésből, vagyis annak az átélése, hogy egyek vagyunk. Sajnos akár nehéz dolgok fognak, vagy tudnak erre tanítani. Megint valaki kegyelemből, valaki belátásból kapcsolatba kerül ezzel, vagy van, aki transzcendens élmények által és intuíció segítségével. Tehát ez pedig egy olyan archetípus, ami egyébként szinte egy női archetípus, méghozzá a beavató női archetípus, ami tulajdonképpen finomít bennünket. Hogy miközben itt van ez a feladat, miközben itt van ez a realitás, vegyük észre, hogy egyébként meg oda át vagy odafönt egyek vagyunk. És ezt elkezdjük szívben is megélni, és nagyon sokszor hát az a helyzet, hogy a szenvedés nagy tanítómester. Ugye az egyik szerintem spirituálisan fölébredt pszichiáter tanítom, barátom szokta mondani, hogy szenvedés az mindig van, csak az a kérdés, hogy tudjuk a kreatívba fordítani. De megint csak, ha világvallásokra hivatkozom, akkor azt mondhatjuk, ugye buddhizmus, van szenvedés, de van fölszabadulás. Krisztusi tanítás, föl kell menni a keresztre, egyébként ez maga a bölcsöreg archetípus, a földi sors, a karma, de egyébként evangélium, örömhír, tehát van fölszabadulás. Na most, hát ezek az archetípusok most főszerepet játszanak. Milyen értékek, milyen emberi erények, egy picit foglaljuk össze, amit ezen személyiség mozdulatokon keresztül, amiket vázoltam, ki tudunk magunkból hozni, és érdemes kihozni. Felelősségvállalás, realitásérzék, valóságérzék, elköteleződés. Például elköteleződni amellett, ami engem kapcsol az egészhez, a nagy rendhez. Elköteleződni az utam mellett, miután rendezteni és tisztáztam. Van olyan ego, aki ezt negatívként éli, mert benne van, hogy kötél, de benne van, hogy összeköt. Mindannyian az egység felé haladunk. Rendezni a sorainkat. Tehát következik ebből még néhány dolog. Ugye spirituális közhely, de igaz, azért közhely, hogy mindenbe csak a jelenbe tudunk beavatkozni. Tehát olyan külső és belső események lesznek és késztetések, ami nagyon a jelenbe hoz. Vagy azáltal, hogy nagyon azt érzed, hogy szétszórattat, tudjuk, hogy az egységbe való beérkezés vagy fölébredés az soha nem a szétszórattatásból van. Szétszórod magad, akkor nem fogsz fölébredni. Ha szétszórod magad, nem tudsz a magasabb rendűvel kapcsolatba kerülni. Ezért fókusz, koncentráció, jelenlét nagyon-nagyon fontos, és azért is nagyon-nagyon fontos, mert sok olyan belső tartalom följöhet, ami széthúz bennünket. Ennek a kivetülése az, hogy sok-sok olyan külső esemény bír jönni, amit projiciálunk, amit létrehoztunk a múltunkból, a kollektív múltunkból, és ne felejtsük el, hogy az élettel anyag is tanul, a rákbizott léttagozatok is tapasztal, tehát az növényvilág, ásványvilág, növényvilág, állatvilágban is önébredő léttendenciák vannak, tehát ezen a földön most az aktuális, és rengeteg széthúzó erő lehet. Akár a társadalomban visszájkeltések, szeparációk, oszd meg és uralkodj, ellenségkeltések, és legyünk észnél, hogy ezekből ne legyenek erőszakos cselekedetek és háborúk. Különösen
különböző társadalmi szinteken, vagy bizonyos értelemben világviszonyban, különösen aztán majd 21-től, illetve a 20-as évnek a második felétől. És ezt úgy tudod, hogy hol vannak benned a viszályok? Hol vannak ezek a nem integrált részek? És picit beszélünk a kapcsolatokra vonatkozóan is egy-két ilyen dolgot. Na most nyilván, ha baj van, akkor összekapod magad. Mondják azt, hogy lélek jelenléted van. Ha nagyon széthúznak az erők, és eléggé tudatos vagy, akkor koncentrálsz. Tehát nagyon ne legyél jelen, nagyon ne legyél összeszedett, nagyon legyél tudatos, és nagyon fontos ebben, ugye ez a bölcsőleg archetipusához tartozik, hogy lépésről lépésre haladj. Lépésről lépésre. A következő lépést tedd, és arra koncentrálj, mert azzal segítesz a legtöbbet. Nem tudhatod, hogy mennyit oldasz ebből, nem tudhatod, hogy most ettől feloldódik-e vagy nem, csak nézd a következő lépést. Aki szellemi síkon gyakorol, spirituálisan gyakorol. Hát egyrészt, aki nem spirituálisan gyakorol, azt is javaslom, hogy egyre több olyan tevékenységet vigyen az életébe, ami a jelenbe hozza őt, és inkább szolgáljon, inkább nézzen meg olyan lehetőségeket és feladatokat, ahol nagyon oda kell figyelni a másikra, vagy éppen önmagadra, mert kívülről magadra nézel. Na most, amit most mondok, ez a spirituális gyakorlóknak szól. Például jógában nagyon-nagyon fontosak lesznek azok a pránajámák, ászanák, amik abban segítenek bennünket, hogy a belső biztonság, a statikusság, illetve a középpontnak, a tengelynek a megtalálása. Nagyon-nagyon fontosak lesznek azok a meditatív gyakorlatok. Tehát ugye van egy olyan, hogy a meditáció az ugye hosszú út vezet. Tehát először van ugye a relaxáció, érzékszervek visszavonása, koncentráció, majd belépünk a meditációba. Nagyon sokat segíthetnek a koncentrációs gyakorlatok, hogy tudjunk maradni a külső kimozdító események ellenére is a középpontunkban. A fókusz gyakorlatok. Nagyon-nagyon fontosak lesznek, és segítségül lehet az életünkben az, hogy ha a tudatosságunk terét növeljük. Egy picit a bevezető gyakorlatsor is erről szólt. Mindannyiunkban van egy olyan rész, aki képes ránézni önmagára. Képes ránézni, tehát van egy ilyen, ugye, hogy a gondolatok viszik, elsodorják önmagukat. Ez egy saját farkába harapó kígyó. De van egy olyan részünk, aki a gondolatokra is rá tud nézni, és van egy olyan részünk, aki rá tud nézni arra, aki nézi a gondolatainkat. Tehát ki hol tart ebben? Ez a tudat terességének gyakorlatilag a növelése. Családokban, emberi kapcsolatokban, amire érdemes figyelni. Hát egyrészt, hogyha arról van szó most, hogy fölkapcsolódás újra aktualizálni a rendet és a kozmikus rendet, a mostani tudással, a mostani tapasztalással vegyük észre, hogy a Földön tapasztaló lelkeknek, mondjuk így, a jó része a családi kapcsolatokban tud szeretetet tanulni és karmát oldani. Innen érted meg, hogy a családnak miért van szentsége. Pont. Én nem mondanék erről többet. A másik, ha megnézel minden spirituális hagyományt, önismeretileg gyakorolsz, tiszta a tudatod, akkor látod, hogy a társkapcsolat, vagyis a női-férfi polarizáció, a szeretkezés, az miért szentség? Mert ebből föl lehet ébredni. Tehát csak a karmát lehet oldani. Nem csak a szeretet gyakorlásának a nagyon-nagyon fontos része, hanem azért szentség. Tehát mindenki gondolja végig azt, vagy elmérkedjen arra, hogy ez mit jelent számára, hogy ez miért szentség. Hivatkoztam a Szatyanada tradícióra, én gyakorlok a Himalája jóga tradícióban, és a Svámiida Bharati régebben, amíg nem lépett ki a testéből, azt mondta, amikor egy gyakorló megkérdezte egy 40 napos mauna gyakorlás után, hogy hol tartok én, adjon visszajelzést, mint mester. Ennyit kérdezett, hogy van családja, van felesége, férje? Igen. Hol lakik? USA-ban. Akkor menjen haza, és kérdezze meg tőlük. Ott van a valódi feedback. Ezt megvilágosodott mester mondja. Tehát nem az, hogy ott az asramban, védett körülmények között te mit értél el, vagy nem. Itt vannak a kibillentő helyzeteink. És nagyon fontos lesz, ide tenném be azt a mondatot, hogy aki meg tudja azt csinálni velegebb, és törekszik arra, hogy nem a társát, hanem a párkapcsolatot használja fel arra, hogy észrevegye, hogy mit tükröz számára, illetve a kapcsolat dinamikáját használja fel arra, hogy mit tükröz számára, vagyis
hol vannak azok a viszonyok és iszonyok, amik megjelennek a párkapcsolatomban, amit én önmagammal játszok. A nem érett fel személyiségrész az érettel, a szülő a gyermekkel, a sérült az egészségessel. Hogy jelenik ez meg a kapcsolati dinamikánkban, kapcsolati játszmánkban, amennyiben játszma, hogy netán az a fő jellege a kapcsolatban. Ha ezzel az attitűddel tudom élni a kapcsolatokat, és ez most egyre inkább ez az időminőség késztet, segít bennünket erre és szorít erre, akkor pontosan ezzel oldódik ki az, hogy biztos, hogy nem fogod kihasználni a partneredet, vagy felhasználni valamire. Ellenben, ha ezt nem csinálod, biztos, hogy valamire felhasználod a partneredet és kihasználod. Természetesen ez az egónak a tapasztalása. Viselkedés szinten, ugye beszéltem a kifelé és befelé élésről. Beszéltem arról, hogy ugye, amit a spirituális különböző tanítások így mondanak, hogy bírvágy, hatalomvágy, hiúság, restség, akár 10 parancsolat, ugye ennek a feloldását az Új Szövetség meghozta, vagy akár a mérgek a buddhizmusban, vagy akár az ajánlott, nem ajánlott cselekedetek mögötti alapvető tudati elszennyezettségek a jógában. Vedd észre, hogy ezekkel te hogyan járulsz hozzá a környezetedhez, ez az úgynevezett spirituális vagy mentális környezetszennyezés, és a világ nagy dolgainak az alakulásához. Tehát itt megint ez a belülről élek, de tükörből nézem a világot. Minél kevesebb kivetítés legyen, a projekciókat vond vissza, hogy azt mondod, hogy jó, mit tudom, miért működik így a média? Miért ilyen műsorok vannak? Ha sok ember és közöttük te nem nézed, akkor előbb-utóbb nem lesznek ilyen műsorok, mert ők a profitra mennek meg a nézettségre. Természetesen az árnyékukat ők is átléphetik, de szintén a mi tükrünk. Mindenkinek szüksége van egy árnyék átlépésre. Az, hogy én azt mondom, hogy itt megnézem, hogy hol transformálódhatok fölfelé, és ezt a műsort már nem nézem meg. És akár, mint műsor készítő is tehetek egy ilyen lépést, hogy lemondok kicsit a profitról, lemondok a nézettségről, de egy picit egy életen igényt támasztok. De ezt nem tudod megtenni, csak egy belső fejlődés által. Szorítva is igaz, ezt tudjátok, szerintem tapasztaljátok, hogyha egy tudati változáson keresztül mentél, ha a személyiségérésen keresztül mentél, akkor automatikusan már nem veszel részt dolgokban, nem szennyezel a tudatodat, nem vásárolsz ott, jobban utána nézel, hogy mi honnan jön, mivel mit szolgálsz, és nagyon-nagyon fontos lesz ezeknek utána nézni. Ez a főpap tanítása kifelé. Nézd meg, hogy például mihez milyen kizsákmányolást tapad. Akár környezeti, akár egymás általi. Milyen jellegű energia van mögötte. És még egyszer mondom, ez a démonizálás abból jön létre, hogy lehasítom ezeket a tartalmakat. Függetlenné válok ezektől, és ez elkezd külön életet élni, és kívül meg démonizálom, azt mondom, hogy jó, ez uralkodik rajta. Arról van szó, hogy te nem uralkodsz ezeken a hajlamokon magadban. Kiket érint ez? Hát sok mindenkit. Nyilvánvalóan általánosan azt mondhatjuk, hogy kinek-kinek karmája, tudatszintjének megfelelően van. Most picit csak néhány mondatban egy-két asztrológiai kifejezést engedtességnek használok. Tehát akinek a napja, holdja, aszcendense, uralkodó bolygója kardinális jegyek utolsó harmadában van, és ugyanezek az elemek, akiknek a szilárd jegyek első harmadában vannak. Azon kívül, akiknél Saturnus-Pluto diszharmonikus fényszög van, vagy éppen Scorpio-Saturnusuk van, hát ez nagyon sok ember. És akkor most mondom az ide vonatkozó népnyelvi meghatározásokat. Tehát akik április, bocsánat, kezdem onnan, hogy akik március, bocsánat, április 15-25-e környékén, július 15-25-e, október 15-25-e, illetve december 15-25-e környékén születtek ebben az időszakban, azok érintettek. De itt még látni kell, hogy többi horoszkóp elem hol van. Érintettek azok, akik ugye a szilárd jegy első harmadában vannak, tehát itt mondanám, hogy akik április 23-30, július 22-30, október 26-25-30-31, január 22-20-a környékén, látjátok, hogy egészen komoly érintettségek vannak.
És vannak generációs érintettségek, tehát ilyen például a 37-38-as nemzedék, 45-46-os nemzedék, 52-53-as, fiatalabb generációk közül a 81-82-es, 84-85, egészen 89-től 92-ig, a 2004-esek, és hát azok, akik most születnek ebben az időszakban, jelenlegi napokban és a következő időszakban. Mindezeknek a tartalmaknak a fölismerése, abszolválása, egy picit időritmusban beszélnék erről, és közben mondom nektek, hogy mivel egy negyedórás csúszással kezdtük, nem szeretném megrövidíteni, tehát nyilván egy negyedóra később lesz majd a szünet is, reméljük, hogy bírjátok. Tehát időritmusban itt a tulajdonképpen az elmúlt hónapokban és hetekben az, hogy miben szükséges transformálódnunk mélyrehatón és strukturálisan, sokaknál ez elkezdett világossá válni, vagy lehet, hogy nem vált világossá, de elkezdett elmélyülni. Tehát jött a szorítás, hogy mi is az, amit már régen halogatok? Régen változtatnom kell? Régen nem néztem szembe? Ez most így turbózódik. A következő 1-2-3 hónapban az év első negyedében ezzel úgy el tudsz lenni. Tehát ez úgy mélyül. És igazán az elindulás az a második fél év. Ez azt is jelenti, hogy akkor kaphatsz erőt hozzá, lendületet hozzá, viszont ez nem biztos, hogy kellemes. Tehát lehet, hogy elindul egy ilyen zúzás. Jó, tehát elindul az a dinamika, ezek nagyon erős kardinális energiák, ami azt jelenti, eddig nem változtat, akkor most belelökünk. Tudjátok, amikor van ez az ejtőernyőből való kiugrás, aki csinált ilyet, hogy hát abban már nehéz, kilöknek. Ott már nehéz visszafordulni. Ez egész egyébként benne van a születésnek a csodája. Vissza nem lehet menni. De elgyászolsz valamit, egy világot, ahonnan a baba jön, és újjá születsz. És megszenvedsz érte az anya is, meg a baba is. Tehát maga vajódás és a születés. Ugye, avagy a kígyó levedli bőrét. És aztán 21. Ugye a 21 végétől ez előkészített bennünket. Ez olyasmi, hogy amikor belépsz egy új dimenzió, mint amikor azt mondjuk, hogy mit tudom én, az űrhajósokat kiképzik, és eddig gyakorolták, hogy egy ilyen légüresebb térben hogy lehet mozogni, akkor most ez élesben jön. Most nem azt mondom, hogy azonnal, de hogy itt megint hivatkozom egy asztrológiai összefüggésre, hogy egy korszakos időminőség, egy konstelláció lesz 2020. decemberben, egészen pontosan a napforduló idején. A Jupiter-Szaturnusz együttállása a vízöntőben méghozzá nem csak hogy fokra pontos, hanem még magasságban is pontos. Jupiter-Szaturnusz együttállása volt a betlehemi csillag. Ez még annál is pontosabb. Jó, tehát ez jelöli egy új korszaknak a... Nem gondolom azt, hogy ez egy újabb gyökérgurunak a manifestációja a Földön. De az tény, hogy ilyen időkapukkor megnyilvánulnak olyan szellemek, leszületnek olyan jellelkek, akik nem hétköznapiak. Akik valamilyen módon fáklyavívői lesznek egy új korszaknak. Valamilyen módon szellemi vezetői lesznek egy új korszaknak. Azért nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen personális, mert Krisztus például a halak korszak küldötte volt, de ez már csalhatatlanul a vízöntő reszkéseket hozza be, hogy engedtessék meg ennyien az asztrológiai kifejezés, ami a tudatban való egységünk átélését jelenti. Tehát az azt jelenti, annak az evidenciája, hogy hol vagyunk mi egyek, ennek a belátása, hogy aztán a következő időszakban ezt már a mindennapi kapcsolatok szintjén is képesek legyünk megélni, abszolválni. Ugye szeretnék kitekinteni a kollektívbe is. Ugye mondtam egy-két szempontot erre vonatkozóan, a kollektív folyamatokra, de az egyik, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ugye van egy központi játszmánk, ami a karmát és a történelmet is mozgatja, ez a tettes áldozat játszma. És ez az új korszak arról szól, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg abban, vagy helyzetbe leszünk hozva, hogy ebből, hát ha nem is kilépjünk, mert ez egy hosszú folyamat, de kezdjünk ebből araszolni, felszabadulni. Hol kezdődik ez? Kezdődik a személyes kapcsolataimban, önmagunkban azzal, hogy észrevegyem,
amiket mondtam, hol folytok el, hol vetitek ki, hol akarom a másikban elintézni azt, ami magamban nem megy, közben legyek türelmes, együttérző, és engedjem meg magamnak, hogy éretten elvenni logókat, erre utaltam. Egy párkapcsolatban azt mondani, hogy most kicsit legyél az anyám meg az apám, de ne építs arra egy egész dinamikát, hogy akkor csak az legyen a másik. Tehát itt erről beszélek. Arról beszélek, hogy az emberi játszmákból úgy lehet kilépni, ami tudjuk tranzakcionalizis alapján a nem szeretet, tehát nem az intimitás felé visz, ugye annak az elkerülésére van, hogyha a játszmát abba hagyjuk, és itt nagyon fontos lesz az a határkérdés, hogy tudom azt, és a felelősség, hogy én rajtam múlik, hogy abba hagyom-e. Ez társadalmi szinten is igaz. Meg tudom-e tenni, hogy áldozatot hozok, hogy abba hagyom-e. Nagyon sokak tanítványi körben látom, hogy csinálják ezt, hogy feladják az eddigi hivatásokat, mert már morálisan nem tudnak abba kapcsolódni, amiben vannak. Az egy áldozat. Áldozat anyagi szinten, egzisztenciális szinten, áldozat az ego szempontjából, de mégis megteszik. Mert az a fejlődés, az a továbblépés nyilvánvalóan józan ésszel, tehát nyilvánvalóan azzal, hogy tudd azt, hogy mi kell a fizikai testednek, tudd azt, hogy milyen kötelezettségeid vannak, de megteszed, és nagyon sokan ezt belülről is megteszi. Vagy pedig egy élesebb dolog a játszma beazonosítása, amikor én ránézőből magamra is ránézek, ez egy fájdalmas folyamat, meg a másikra is, hogy figyelj, most akkor te most használni akarsz engem? Vagy te most akkor mit is szerettél? Akkor ezt beszéljük meg. Na most valaki, aki ez így beazonosodik, lehet, hogy dühös lesz ettől. Tisztázás. Nagyon fontos lesz most helyzeteket tisztázni, amit nem tisztáztál eddig. Magad előtt, az emberi kapcsolataidban, a családi kapcsolataidban. Jobban jársz vele, ha most tisztázod, mert most erre kaptál egy transformatív energiát. Jobban jársz vele, előre néz. Ha te érintettve vagy, nem tudom, mert nem ismerem a horoszkópodat, akkor ott biztos, hogy balhé lesz. Ott viszont mondom azt, hogy biztos, hogy balhé lesz. Tehát, hogyha ugye asztrológiailag azt is fontos megnézni, hogy ezek a konstellációk, a Szaturnusz-Plutó együttállása a babban, most nevesítem, a Szaturnusz-Plutó, Jupiter és még több bolygó együttállása, legalább 4-5 bolygó együtt fog állni, kb. 5 alkalommal a 2020-as évben a babban. És a pika elején haladó Uránusz, ami ezzel közben lesz kvadrátban, fél évig a Mars közben kvadrátban lesz ez az egész csapattal, ez sok embert megmozgat. Tehát nyilvánvalóan azt nézd meg, hogy az analógia hogyan ismétlődik a horoszkópodban, asztrológiailag, azt nézd meg, hogy hol érint, milyen életterületen érint téged, aki az asztrológiához ért, ha meg nem értesz az asztrológiához, akkor meg azokat figyeld. Hogy hol hiányzik neked a felnőttség, hol hiányzik a bölcsesség, a realitás érzék, hol nem akarsz mélyre menni, transformálódni, változni, pedig már dübörög a kapun, pedig már jönnek a kényszerítő külső tényezők, és amikor így belülről, tudjátok, amikor a tojásból a csibe ki akar bújni, feszíti a tojáshéjat ezeket a határokat. Tehát ezeket gyakorlatilag érdemes figyelni, és ugye van itt egy olyan összefüggés kollektív szinten, amit mondtam, hogy figyeld az őselemeket kint és bent. Figyeld azt, hogy mennyit mondok erre egy példát, éghajlat. Éghajlat, éghajlatváltozás. Ennek is több rétege van, azt is látsz színről színre. Egyrészt, ha ismeri valaki a földrajzot, csillagászatot, tudjátok, hogy az éghajlatváltozás egy teljesen természetes folyamat, mert a föld mozog. Ugyanakkor azt is tud, hogy közben, spirituálisan, a látszólag élettelen világban is önébredő tendenciák vannak, és ők is kvázi ugyanazt tanulják, mint mi. Tehát nem biztos, hogy azért van minden természeti katasztrófa, mert mi avatkozunk be, hanem kívülbelül ugyanaz történik. Ahogy belül a személyiség struktúra csak nem oksági alapon függ össze, hanem analógiásan. Tehát nem egymást okozzák, mint amire Jung hivatkozik a szinkronicitásban, hogy vörös az égalja, mondja a Palasz bácsi, hogy eső lesz, vagy mit a szél lesz. De tudja a Brassz bácsi, hogy nem attól lesz szél, hanem csak egy esemény jelzi a másiknak a bekövetkeztét. Tehát nem biztos, hogy azért lesz földrengés, vagy valami, mert mi beavatkoztunk, vagy nem tudom mi, hanem azért, mert ezek az elemek kívülről is forronganak, kívülről is átalakulóban vannak. Ez tök természetes. Viszont lesz egy csomó átalakulás attól, mert mi és előző generációk beavatkoztak, sőt, inkarnációkon keresztül fölhalmoztak bizonyos karmát, és ugye mind egyéni szinten, mint kollektív szinten van egy ilyen, hogy a karmában, aki ismeri a joga filozófiát, ezt a joga filozófia úgynevezett egy prárabda karma, a becsapódó nyílvessző, ami éppen a becsapódás fázisában van. Lesz olyan jellegű dolog, ami annak a következménye, hogy konkrétan a mi tevékenységünk. Ez több rétegű, nem olyan egyszerű. És ráadásul van egy morális része,
hogy ne azért ne lopja a boltból, mert nincs bekamerázva, vagy csak egy pénztáros van, aki félszemű. Tehát ne azért ne isd az erdőt, meg azon lovagol, hogy most széndioxid, nem tudom micsoda, hanem mert nem jó. Hát azért, mert a fa is te vagy. Azért, mert az nem egy emberi dolog, hogy te nem forgatod vissza. Tehát ugye eljutni odáig, ezt ne félelemből tegyük, de nem baj, mert ha más nem, a félelem segít bennünket ebben, hogy tulajdonképpen ezt valójában megtegyük. Nézzük így a külvilág dolgait, ezeket a tanításokat, és hát az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy volt egy megint 8 éves ciklus, amikor azt mondhattuk, hogy elindult egy olyan folyamat, most tudnak egy szimbólumot, ami arról szól, hogy a mennyei csűrbegyűjtés, vagy picit ez a elválasztani a pejvát a tiszta búzától, vagy egy gazdasági kifejezés kölcsönözve az olló nyílik. Tehát nagyon-nagyon sok ember elkezdett fölébredni. Más emberek meg még jobban beleragadtak az öntudatlanságba. Tehát elindult egy ilyen polarizáció. Ez az egyéni szinten is elindult, és egyébként ez tovább tükröződött a világban is. Tehát ez a következménye annak egyébként, hogy megnézzük most a világ helyzetét, akkor még nem volt ilyen korszak, ahol az ember ennyire beavatkozott volna a természetbe, ilyen sokkal lennénk, ekkor aránytalanságok lennének például a tekintetben, hogy az exoterikus tudás nagyon-nagyon magasan fejlett, az exoterikus belső tudás alacsonyan fejlett, amikor a Föld erőforrásainak a jó részét az emberiség szűk rétege birtokolja, és az emberiség egy még szűk rétege diszponál fölötte. Ez nem lenne probléma ezzel egyébként, ha azok magas tudatszinten lennének. Csak az a gáz, ez kicsikét olyasmi, mint amikor ilyen hülye hasonlatot mondok, ez ilyen HDC hasonlat, mint amikor a száguldó repülőgépen a terrorista átveszi a pilotafülkébe a hatalmat. Jó? Tehát, hogy igen ám, csak ez mind a mi kivetülésünk. És ilyen szempontból arról van itt szó, hogy minél több ember kapja össze magát. Tehát igenis jelentősége van a kritikus tömegnek. Plusz, mindenki, majd erről a végén kicsit beszélek, mindenki a saját helyzetében, a saját pozíciójában találja meg a saját felelősségét, és adott esetben létre tud jönni egy külső összefogás is, ahol azt mondja, hogy ott van 300 utas, és akkor a 300 utas belül is dolgozik, de vannak olyan pontok, amikor azt mondjuk, hogy a 300-ból mondjuk 200-ból nem tudom, egy 10 ember lefegyverzi. És lehet, hogy a 300-ból egy akad, aki le tudja lavírozni a gépet. Milyen verziók lehetnek ebből a szempontból? Ugyan mondtam, hogy ezekről nem beszélek, de csak tendenciák. Az egyik az, hogy így a dolgok nem maradhatnak, ez biztos, de ezt asztrológia nélkül is lehet tudni. De ezeket az értékeket, ezeket az archetípusokat szükséges most beemelnünk, illetve személyiség vonatkozásokat ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen, és még egyszer mondom, egy vezetett struktúrális változást, hogy az lenne a jó, és ezt kezd a saját életeddel, mint ideális megoldás. Nyilván ez kifuthat oda is, hogy ez nem fog tudni megtörténni nagy fájdalmak és nagy összeomlások nélkül. Ezzel is legyél együttérző. Tehát gondolj abba bele, hogy vannak olyan pontok, ha valaki ismeri a személyiséget, ismeri a pszichopatológiát, vannak önismereti tapasztalatai, tudhatod azt, hogy van olyan fokú személyiségsérülés vagy pszichopatológiai helyzet, amikor valakit az se érdekli, az már régen nem érdekli, hogy mások kipusztulnak, de az se érdekli, hogy ő. Tehát, ha valaki ismeri például a pszichopatának, a szociopatának a lélektanát, akkor ez belátható. És ezek a tartalmak, ezek itt vannak velünk is. Ez itt vannak bennünk is, mint árnyék valamilyen szinten. De itt kell megfogni. Itt jó megfogni. Itt jó ezt tudatosítani. Tehát lehetséges, hogy ez egy komoly transformációval tud megtörténni. De lehetséges az is, hogy ezt még odázzuk, tehát magyarán tovább megy a manipuláció. Megint mondok egy ilyen külső hasonlatot. Nekem van több közgazdász barátom, olyan is, aki állami vezető pozícióban volt régebben, olyan is, aki fejlesztési bank vezérigazgatója volt. Én nem hallottam olyan közgazdász, aki nekem ne azt mondta volna, hogy 2008-ban semmilyen gyökeres változás nem történt, csak elodázás. Nekem minden közgazdász ezt mondta. Na most ez egy veszélyes játék, ez egy példa, ugyanis belefutunk abba az időszakba, amikor pont gyökeresen kéne átalakítani dolgokat. És ennek megvan az a veszélye, bármilyen rendszerről beszélünk,
hogy még manipulatívabban, vagyis az ego belső manipulációjából fakadóan még kívülről tovább tudjuk manipulálni a dolgokat. Én azt gondolom a időminőség láttán, hogy annál nagyobb lesz később aztán a pak, az összeomlás. Bármilyen szinten. Másrészt ez még elodázható, viszont akkor létrejön egy olyan jellegű struktúra, ahol például elszabadul a technika lélektelenül. Ugye ha már azt mondom, hogy technika, akkor abban is van manipuláció, mert egyrészt ugye van egy tulajdonképpen egóhatalmi manipuláció, ugye, hogy fogyaszt, ez egy közismert dolog, de van egy olyan jellegű dolog is, hogy minden, ami bonyolult, az a kétellyel függ össze, a kételj, ami mélybe vétele, minden, amit bonyolítasz, az egységtől elfelé visz. A technikában is vegyetek észre a bonyolításokat. Egyébként csak azért, a kényelemért, az ego kényelméért és az ego belső biztonságáért. Tehát itt is lehet még ezt tovább sófolni, hogy egy még inkább materialistább technokrata irányba megyünk, viszont akkor még nagyobb lesz tulajdonképpen a külső összeomlás. Itt megint a kulcs kollektív szinten is az egyéni tudat és személyiségváltozás. Megint nem én mondom, tudósokra hivatkozom, hogy nem az a probléma a Földön, hogy nincs ötlet, nincs idea, nincsenek technológiák, nincs innováció, minden van, szándék nincs. Tehát a világnak egy csomó problémáját, migráció, éghajlat, stb. Meg lehetne oldani, hogy ha belül megtörténne egy tudatváltozás, még most meg lehetne oldani, lenne egy tudat és szándékváltozás, lehetne zöldvárosokat csinálni, technológiák vannak rá. Egészségügyben az orvostudományban, haladó orvostudományban olyan technológiák vannak, és most a saját munkámmal, ugye én polgári hivatásomban, én televíziós vagyok, forgatásokon tapasztalom ezt. De rengeteg szamizdat van. Tehát a világban például figyeljetek megint arra, csak egy ajánlás, ez a főpap, ez a holisztikusan nézd a világot, óriási a tudományos cenzúra. Nem a politikai, az is sok helyen a világon, meg bizonyos országokban, a tudományos, a természettudományos cenzúra. Mert lehetne változni. Oké, csak ez egy belső változást kíván meg. Szeretném itt a végén kitérni arra röviden, hogy hát azért az a helyzet, hogy nemzetközösségekben élünk. Minden nemzet egy archetipushoz tartozik. Itt vannak az EU-s nemzetek. Rudolf Steiner gyönyörűen leírja azt, hogy melyik nemzet milyen archetipushoz tartozik, és mi az archetipus kötelez valamilyen milyen feladata lenne. Lehet szidni egymást a nemzetek. Az a helyzet, hogy egyetlen nemzet sem éli pillanatnyilag a spirituális feladatát, úgyhogy nyugodtan lehet szidni egymást, semmi értelme, nincs az projekció. Hát, hogyha mindenki belállna a saját feladatába, az lenne az ideális. Mert az archetipus, az kötelez egy feladatra. Hogy érít bennünket magyarokat ez az időszak? Egyrészt, ha megnézzük akár a köztársaság horoszkópját, akár Magyarország horoszkópját, az identitásunkat érint. Mind a két esetben. A saját identitásunkat, realitásunkat, és ez nekünk azért annyira fontos, mert nekünk amúgy is identitás problémánk van. Ha spirituálisan nézzük, akkor itt bemozdul, most mondok egy asztrológiai kifejezést, az ikreknyilas tengely, majd, ami nem más, mint ahol a világfanő a tejút kapu. Ez bizonyos értelemben az ég és a föld összekapcsolása. És nekünk van egy olyan, lenne egy olyan archetipikus feladatunk, amit persze csak akkor tudunk végrehajtani, hogyha mi személyiség szinten beállunk az identitásunkba, mert egyébként nem, hogy az eget és a földet összekapcsoljuk, mert mi a főpap archetipusához tartozó nyilas nemzet vagyunk, ez nem följebb és alább való bárkinek, egyszerűen ez egy feladat. Nem véletlenül vagyunk tulajdonképpen olyan helyen, ahol vagyunk. Kelet és nyugat összekötetésében, ez egy keresztnek a vízszintes része, és gondoljunk a kereszténység előtti keresztre, úgynevezett pogány világban, és az ég és föld összekapcsolása pedig archetipus. Na, ennek a középpontját kéne megtalálni, hogy fölvegyük a keresztünket. Helyzetbe hozó tényezők lesznek. Ha meg azt nézzük, hogy ikrek nyilas, akkor ugye úgy tud az ikrek energia magasabb szintre lépni és integrálni a főpapból, az ikrek az a közvetítő, az a hírűvő, hogyha közvetítői szerepét magasabb szinten nézi.
vagyis a rivalizáló fogad-fogért elvből, ami egyébként a Káin-ábeli elv, a Hunor-Magori elvbe átlépni. Amikor nem arról van szó, hogy a belső nem tudatosított hatalomvágy, ugye a pszichológia leírja, ugye, Freud, Adler, Jung, transzcendens vágy, hatalomvágy, ösztön, megfogni a bennünk lévő hatalomvágyat, de nem úgy, hogy elfojtom, hanem elkezdem magam tágítani. Megismerni az ösztönvilágomat és szublimálni. És a transzcendens pedig helyre tenni, hogy a transzcendensbe akkor tudok beletágulni, hogyha én a következő lépésemet megteszem. Tehát magyarán az egyik elv az arról szól, hogy győzd le a másikat, mert nehogy ártson neked, mert félsz, vagy mert nálad jobb. A másik elv az, hogy megmarad a testvér rivalizáció, de azért rivalizáljunk, hogy nem esedjünk, és azért, hogy a legjobbat hozzuk ki tulajdonképpen egymásból és önmagunkból. És amivel szeretném így összefoglalni a végén, az az, hogy mi a legfontosabb tanítás? A szellem vagy a spirit irányítsa az egót, és az ego szervezze a további részeket. Mert hogy a szellem, vagy az anyag, a sűrű szellem. Ez egy nagyon magasztos mondat. De ehhez kell közelebb kerülnünk, hogy ehhez jó közelebb kerülnünk. Ha megnézzük a világban, milyen szerveződések vannak, vannak most jelenleg fundamentalista rendszerek, feudális rendszerek, korai kapitalista rendszerek, pluralista rendszerek, és integrál kezdeményezések. Az úgynevezett integrál társadalmi modell lenne az emberiség jövő modellje. A kifejezésben is benne van, hogy itt elfojtunk, lehasítunk, kivetítünk, a projekciókat halásszuk be, és integráljunk. És ez az integrál társadalmi szerveződés, ez nagyon hasonlít arra, ami az úgynevezett szakrális, archaikus társadalmakban volt, csak most ezt úgy lehet és úgy kell megcsinálni, hogy a nő és a férfi részt a jobb és a balagy féltekét egyszerre emeljük be. Vagyis beállj a saját helyedbe felelősséggel, alázattal a nagyrendbe, tisztázz a nagyrenddel való viszonyodat. A saját pozíciódban, mindegy, hogy hol vagy, a családodban, a társadalomban, ott tedd meg a következő lépést. Gondolj arra, hogy teljes realizáció van, tehát lépéseket nem érdemes kihagyni. Így tud segíteni a környezetednek, hogy a helyeden vagy, különösen a krízis van és kapkodni kell a fejed, és katasztrófák vannak és nehézség van. Így tükrözöl a másiknak. Így tudsz mintát adni, így tudsz példát adni, és ne felejtsd el, hogy tudattalanul össze vagyunk kapcsolva. Ne feledd el, hogy az összárnyék az itt van, amit nekünk valahogy oldani kellene, és nem csak azzal foglalkozni, hogy mi van kint. Tulajdonképpen, amikor egy társadalomban termelődnek, mit tudom én, látszólag sötét emberek, akik, mit tudom én, diktátorok, azok médiumok, akik beállnak egy archetipikus szerepbe. Nyilván megvan a saját karmikus felelősségük ezért, de mi termeljük ki őket? Ilyen módon. Mint mondtam, hiszek a kritikus tömegben, ez egyébként más szinten is működik, és természetesen kívülről is legyünk észnél. Szimbolikus példa, képzeljétek el egy szimfonikus zenekart, ahol játszol a saját hangszereden, arra törekedj, hogy a saját hangszeredre figyelj, és minél tökéletesebben szólaltasd meg azt a hangot, a hangnemet, oktávot, stb. Figyeld a kottát, és közben pedig figyelj a karmesterre. És ezzel tudsz leginkább segíteni a falsúlyjátszó zenésztársadnak, vagy még lesz energiád, akár plusz mozdulatot is tenni. Mielőtt zárnám az előadásnak ezt a részét, kérlek benneteket, hogy megint figyelj picit befelé, és még azért lesz 5-10 perc, amíg befejezem, utána valami. Újra csukd be a szemed. Kapcsolódj a légzésedhez. Úgy, ahogy az elején tettük. És figyeld meg, hogy esetleg mi lett azzal, amit eltettél a kispolcra.
Mire inspiráltak az elhangzottak? Mi az, amire kaptál valami olyan késztetést, vagy keletkezett, hogy változtatnál, ne kiveselkednél, ránéznél, elindítanál az életedben? Hogy el tud engedni, hogy át tud dolgozni, szembe tudj vele nézni, ezzel az attitűddel, amiről beszéltünk, akár tehetsz egy belső fogadalmat, szankálpát is, vagy legalábbis ezt jelez magad számára. Esetleg mi lett azzal, amit az elején megfogalmaztál? Akkor vidd tovább, dolgozz tovább vele. És akár egy imában meg is köszönheted felsőbbrendű énednek, bárki felé, akiben hiszel, kapcsolódsz. Tapasztalatot, és akár tehetsz egy imát is valakikért, önmagadért, szeretteidért ezekben az átalakulásokban. És lassan, fokozatosan, még az előadásból lesz egy 5-6 perc a szünetig, tér vissza. Külső figyelemben. Nos, nem terveztem, hogy lesz kérdés-felelek, mert elég tömény az anyag, vagy hát az egész témakör. Másrészt sokan vagyunk, nem is számítottam, hogy ennyien leszünk. Viszont szeretnék fórumot teremteni arra, hogy akinek fölmerültek kérdései, akkor egyrészt az újegyensúly.hu-n, ahol egyébként kitűnő szellemi önismereti írásokat találtok. Minden hónapban asztrológiai prognózis mondok, spirituális összefüggések hátterét tárom fel, illetve most jelenleg a ismeretterjesztő jelleggel az zodiákust végigvesszük. Illetve van egy saját YouTube csatornám, a kisjózsefzsolt.hu, megtalálható Kis József Zsolt asztrológus. Tehát az új egyensúly, illetve a saját YouTube csatornám videóiban válaszolok kérdésekre, amit kérlek benneteket, hogy írjatok meg e-mailben. Ott nem fogok rá válaszolni, tehát félreértés ne essék, hanem majd a videóban. Ezt így hatékonyabban meg tudjuk oldani. Aztán szeretném azt is elmondani, hogy akik lemaradtak, szerették volna az előadást figyelemmel kísérni, vagy valakinek ajánljátok, ugyancsak a kisjózsefzsolt.hu, illetve a kisjózsefzsolt asztrológus oldalon az utólagos közlésekről találtok információkat. Azon kívül sokan kérdezik, most gyorsan válaszolok rá, külföldön, vidéken vállalok előadásokat, igen, ha 2-3 hónap előre szól a szervező, lehetőleg telefonon, akkor tavasztól igen, az új év egyébként is március végétől kezdődik. Ilyen témákról idegen nyelven nem, magyarul, de szinkron tolmácsolással szívesen. Nagyon sokan kérdeznek, hívtak az asztrológiai iskolával kapcsolatban. Van egy haladó csoportom, ahol valaki tanult már asztrológiát, máshol befejezte, stb. Tudásszintnek megfelelően lehet kapcsolódni. Minden információ a honlapomon. Illetve indul egy új iskola 2020 őszétől. Ez egy kezdő csoport, 6 plusz 1 év, 7 év. Magyarországon nem lehet államilag elismert diplomát szerezni asztrológiából, de egy szakmai grémium által elismert végzettséget igen. Én egy olyan helyre küldöm a főiskolára a hallgatóimat, lehet államvizsgázni, azt megvédeni, pontosan a diplomamunkát beadni, ahol ezt megtehetitek. Azonban itt a cél egy önsors világismereti disziplin, hogy tudatossággal el tudj igazodni az életedben, megtanulj egy világnyelvet, analógiásan gondolkozni, mert eligazodsz a mögöttes összefüggésekbe, saját magadban és a világban. És nem utolsó sorban pedig, ha segítő hivatásban vagy, akkor kitűnő, kiegészítő eszköz az asztrológia. Azt is szeretném elmondani, hogy egyéni horoszkópokat nem vállalok, tehát egyrészt azért, mert nem ez a fő foglalkozásom, vagy nem csak ez, másrészt pedig a tanítványi kör nekem elegendő, ha valaki mondjuk ösztön jön hozzám tanulni, akkor a tanítványi körbe bele fog esni. Szeretnék itt a végén köszönetet mondani
azoknak a fórumoknak, barátaimnak, akik ezeket a gondolatokat segítettek népszerűsíteni tudatébresztésben, akár az agykontroll, akár az új egyensúly, a Kaló TV, VNTV, a Fúfillet, Bíró Bence barátom, Fenyő Ivánnak a köre, és még többen, akik fogékony talajra találtak ezek a gondolatok. És itt egy 10-12 perces szünet után, hát nem 9-kor végződik majd a program, hanem akkor nagyjából olyan 4:10, illetve 9:20 környékén az egész program. Arra biztatlak benneteket, hogy maradjatok a spirituális koncerten is. A invokációban, az énekben megfogalmazott ima az egyik legszebb ima fölfelé. Itt lesznek hangszerek, lesznek magyar nyelvű imák, úgynevezett mantrák. Ugyanezeket a folyamatokat készítik elő és viszik tovább, amivel mi dolgoztunk, csak más szinten fogunk erről tapasztalatokat szerezni. Úgy választottuk ezeket az énekeket, imákat, mantrákat együtt. Tehát maradjatok majd a szünet után. Én a kultúrát tudattágítónak tartom, a művészetet lélekemelőnek tartom, és én is egy művészi üzenettel szeretnék elbúcsúzni tőletek. Szabó Lőrinc Arjuna és Shiva színű versével, ami egy párbeszédes mű, és szerintem ő is beavatott volt. Ez hasonló, mint Madács ember tragédiájában Úr és az Ádám párbeszéde. Fogjátok tudni, hogy ki kicsoda. Mit nyavajogsz, hogy kegyetlen az élet? Hogy megszakadsz, és mégsem elég a pénzed? És hogy a harcot nem bírod tovább? Kár sírni, fájni. Megmondtam ezerszer, mégis esztelen álmokba menekszel. Időt akarsz? Henye elégiát? Kérlek, ne bánts, ne gyalázz, fáradtan, hitetlen, megtettem én már, amit megtehettem, s talán többet is, bár keservesen. És ha én a boldog időre vágyom, azért vágyom rá, mert a vad világon csak benne nem volt részem sohasem. Nem is lesz soha. Mit gondolsz? Ki boldog? A farkas holnál jobb volna a dolgod? Ha fű volnál, vagy katica bogár? Ami él és mozog, mind úgy küzd, ahogy te. És nem lesz könnyebb kedvedért, sehogy se lesz szelidebb a rettentő szabály. Volnék bestia, könnyű volna önön. Volnék fűszál, lapulhatnék a földön. És ha bogár, szárnyan megmentene. Holnál csak az. Látnád, amit ma nem látsz. A mindenség két fele falja egymást, és az idill szörnyekkel van tele. De legalább nem tudnám, mit cselekszem. A szorongás csak ott volna szívedben. Hát nincs biztonság. Sehol az ég alatt. Mi kéne hozzá? Hogy te légy az Isten. Mást mondj, olyat, ami nem lehetetlen. Megmondtam már. Vállald a sorsodat. Ezt kívánom nektek szívből, szeretettel. Köszönöm, hogy együtt voltunk, hogy meghallgattatok. 10-12 perc szünet, és folytatjuk. Köszönöm. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik ezen téma átadásában segítettek. Az Új Egyensúlynak, a Kaló TV-nek, a Kultúrpartnak, Novák Péter barátomnak, Fenyő Iván barátomnak és körének, a Fullfield.hu-nak, a VNTV-nek, az Everness közösségnek, a Magyarországi Agykontroll Szervezetnek és dr. Domján László barátomnak. És természetesen akik segítkeztek a rendezvény lebonyolításában, megszervezésében, munkatársamnak, Lakatos Erzsébetnek, tanítványaim közül az önkéntes segítőknek és az itt lévő családtagjaimnak.